Emberek, megy! El tudjátok hinni? Holy fuck! Oké, okay, megy! Király! Vissza a játékba! Na! Hát nem volt könnyű dolog elindítani, de sikerült. Nagyjából, remélhetőleg nem fog kifagyni, ha igen nagy fasz kapok. Úgyhogy... vissza a játékba. Itt egy picikét közben tovább haladtam, mert amikor leállt, akkor automatikusan a OP, a szóval streamer programom az automatikusan visszacsatlakozott. Viszont maga a játék... Igen, szóval az automatikusan visszacsatlakozott, viszont maga a játék az nem. Játék hülye vagyok, maga a YouTube az nem. És így ebből adódóan nem tudtam, hogy akkor most megy, vagy nem megy, vagy mi van, vagy majd most csak megakad, meg ilyenek. Na mindegy, az a lényeg, hogy kicsit ott még szaroztam, ebből adódóan a projekt befejeződött. Ugyanaz a projektnél tartunk még, szóval nem egy perc esett ki kb. Nos, és meg is jöttek az értékelések, ami egész jók. Összesen egy picit jobb, mint 8-as értékelés, azt hiszem. Igen. Úgyhogy nagyon élvezetes, többet kér, ő is élvezi, sport és szimulátor, nagyon jó kombó ilyen értékeléset kapott, úgyhogy hát nézzük, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyit lehet belőle adni. Hát... nem mondanám, hogy annyira pörög. Ismételten olyan 5-10 ezer környékén kelt el az első nap, ami az nem rossz, csak... hát én már várom az áttörést, mert hogyha továbbra is így combogok, az nem lesz jó. Húha, az éppen ott bebeg volt. Na mindegy, most ilyenekkel nem foglalkozok. Research esetleg. A joystickot most ki tudom researcheni, de az új motort kell gyártani, hogy... meg tudjam, ezt a céget végigtolom-e? Valószínűleg igen, sőt, az biztos, hogy végigtolom, azt nem tudom, hogy videón keretein belül lesz. Ha lesz rá érdeklődés, akkor videó keretein belül, ha nem, akkor nem. Pláne, hogy a későbbiekben már nagyon hosszú időket tölt el az ember a wiki olvasása, ami egyre bonyolodik, egyre inkább komplikáltabb, egyre inkább olyanokat kell csinálni, hogy értitek. Igen, az új játékon meglepte az embereket, olyan ide, szuper, meg a király vagyok. Igen, tök királyok, a cégem is alig bírják várni, hogy mi lesz a következő játék. Ezek csak ilyen kis újság cikkecskék. Így attól függően, hogy szerepelsz, ha éppen nagyon szarra a játék, akkor arról írnak, hogy ezt meg hogy tudtam elbaszni. Nos. Na, megvan a sci-fi témánk, úgyhogy let's do új játékot. Big Platform. Hát, most meg kezdi elhagyni a G64-es, de még mindig csak pár százalékkal. Csak azt nem tudom, hogy most érdemes, mert 80 ezerbe kerül. És mindössze, ugye mennyivel ez? 3? Igen, ennyi nem ez, 5,1%-kal több. Szóval érdemes-e 80 ezret fizetnem azért, hogy 5%-kal több emberhez jusson el? Ez itten a nagy büdös kérdés. Na nem tudom. Hát egyelőre nem, talán majd a következő játék, a 7. Talán. És akkor mit csináljunk? Stratégiait. Fantasy vagy sci-fi stratégia? Sci-fi strategy. Yep. Nézzük meg. Yep. Engine az még csak egyen van. Na, visszakanyarodva a honlaphoz. Vissza a honlaphoz. Tadadapapau. Elég érdekes itt ez a chat. Na mindegy, konkrétan amúgy rosszak a dátumok. Itt most a másik képernyőt nézem, ne értsétek félre. Szóval nem látjátok. Oké, okay, mindegy. Szóval... visszatérve. Szifist.
stratégiai játék, remélem nem szakad meg, meg itt ez a szar. Most attól félek, hogy itt a sok váltogatás esetleg közre játszhatám, bár nem, mert a YouTube szakad meg, nem én. Már nekem ment tovább is, csak a YouTube-on nem. Na mindegy, szóval stratégiai, plusz-plusz hullám, meg kell kezdeni. Ja, de nem hülye vagyok, nem ezt akartam megnézni, hanem hogy összeélik-e. Eleve erre mindent lehet, oké. És... igen, na ezért mondtam, hogy a sci-fi az baromi jó téma, casualon kívül bármit lehet, és minden korosztálynak megfelel. Úgyhogy az az egyik legjobb téma nekem a kedvencem ebben a játékba. Meg hát amúgy is szeretem, mert tényleg össze lehet bármivel kombózni. Stratégia, szimulátor, blablabla. Oké, na akkor ez így király. És akkor... mi legyen a neve? Egy 2D-s stratégiai űrjáték. Sci-fi, nem feltétlenül űr, mert a space az űr. Na, szóval... Szóval... nem lalalalalap. Nem tudom... Space Battle 2000. Hú, ez annyira jövőbelien hangzik ez a név. Ah, na jó. Jó, mondjuk 30 éve még lehet. Wow, bug. Ajaj. Ajaj, ajajaj. Valamit elrontottam. Oké. Okay. Így most. Vissza. Vissza! Oké, okay, azt hiszem bebuggoltattam a játékot. Újra. Mi volt? Space Battle 2000, azt hiszem. Big Topic. Big Challenge. Mi volt? Adventure, akció, adventure, stratégiai. Ó, oh, mi a fene volt? Már most elfelejtettem. Sci-fi stratégiai volt. Platform, hát ez még marad a G64 és a Run Engine. Oké, okay, next. 2, grafik V2. Hát jó, fejleszünk. Na, most viszont már kéne az áttörés. Már kéne nagyon az áttörés nekem. Mert ez így lassan fog menni, ha most nem jön az áttörés. És nem tudok végre bővülni. Lehet, hogy amiatt nem jön az áttörés, mert 35 évre állítottam, és így ugye az is lassan, mindegy. Stratégiai plusz-plusz hullám. Engine, story, blabla. Hát még igazából maradhat minden, akkor... előzőleg is stratégiait fejlesztettünk? Nem, előzőleg szimulátort. Következő hullám, minusz, plusz. Mi hullám, minusz, plusz? Nem, minusz, plusz. Megint egy sorra lecsúsztam. Szóval minusz, plusz. Igen, előbb. Hát jó, mondjuk hasonló, mint a maxió akkor. Igen, és az utolsó hullám, plusz, plusz. Na, jött valaki. Na, kiment a piacokról a Goal nevezetű ötös játékom. 37.900 darabot adtak, és 260. Szóval azt nem tudom, hogy miért nem írjam, úgyhogy hány font generált, az is fontos információ. 194-et, pontosan is 15-ös rankom volt. És akkor a harmadik, az pedig hullám plusz plusz. Hát igen, akkor körülbelül ugyanaz, mint az akció. Szerintem maradhat így. Vagy előzőleg is stratégiai? Nem, előzőleg nem stratégiait fejlesztettem. Na, mindjárt megnézem a game history-ba. Előzőleg... szimulátort fejlesztettem. Akkor stratégia és a szimulátor szinte teljesen megegyezik. Most jött meg valaki is kérdezi, mi az, hogy part 2. Az a part 2, hogy volt egy part 1, amit már megtalálsz valószínűleg a videókezelőben, ami kifagyott, és a YouTube nem engedte újraindítani, úgyhogy kénytelen voltam egy teljesen újat generálni. Ez annak a folytatása igazából, ezért part 2. Szóval... nézzük, Industry Report. Igen, most csak annyit ír, hogy különböző
konzol a különböző embereket, érdeklődési köröket és generációkat céloznak igazából. Jaj, bla, izé, minden. Igen. Ó, kaptam új fejlesztési lehetőséget. Most javi szépen ki a bugot. Nem game history-t, hanem finished. Finishing. Ó, király. Szóval igen, itt végig nézzük. Na, technikailag megint rekordokat döntögettem. Kettes szintű V2-es grafika is megvan. Ugye új grafikai motort vezettem be, ezért az előről indult. Nos, nézzük, hogy a ultra menő Super Futuristicus Space Battle 2000-ünket hogy értékelik. Holy Jesus! Majdnem tökéletes. Na, talán most jön az áttörés. Talán most, mikor kapok 2-10-est, akkor jön az áttörés valószínűleg, de nem, ez nem fogja. Appar azt mindenedet. Nem szeretlek, Game Hero. Kaptam egy majdnem tökéletest, egy jót felkihetően, egy élvezhetőt és egy nagyon jót. Kár. Mert ha mondjuk 9 fölé lett volna az átlagértékelés, 2-9-2-10, vagy 2-3-9-1-10, akkor mondjuk az nagyobb durantott volna. Hát így is valószínűleg jól fog menni, de... Hát igen, így messze nem az mint amit végre akarnék. Szóval ugye szokásos 10-20-30, max 40 ezer. Van egy másik japán cég. Egy újabb játékkonzolt készít. Jap. Szóval jön nem sokára ugye az újabb játékkonzol. Nem tudom, szerintem még mindig... Nem ezt? Szerintem még mindig maradok a... G64-emnél, nem? Bár... Szóval hogy szépen lassan araszol lefele. Ha megjelenik az új konzolba, azt még jobban, de még mindig nem olyan durván. Szóval mindig csak pár százalék van. Ha mondjuk majd mondjuk 10 százalék vagy annál is több lesz, akkor már azt mondom, hogy megéri az a 80k. De így... Játékhoz összesen mondjuk 150k-t. Úgy hozna mondjuk 180k-t, viszont 80k-val többbe kerül a fejlesztés, ergo nem éri meg. Körülbelül. Sőt, annyit se hoznak, 50k-t hoznak a játékok. Ha most 80 ezeret ráfizetnék, jó, ez mondjuk 205. 80 ezeret ráfizetnék, akkor sokkal kevésbé lenne nyereséges. Igen, nagyon jó értékelést kapott a legújabb játékom. Valaki 9-est adott, azt mondta, hogy az perfekt. Ja. Ha folytatja ezt az jön a szöveg, de... Nekem nem szöveg kell, hanem pénz! Na jó. Szóval... Tényleg most már nagyon kéne az áttörés. Mert... Hát ha ide ragadok, akkor abból bajok lesznek. Akarok én ilyet? Hát megpróbáljuk ezt. Ha nem kezd el fejet vakarni, akkor valószínűleg sikerül. Hát nem fog sikerülni, vagy igen. Nem fog sikerülni, francia nyilván. Igen, nem szabad ezzel most még szaroznom. Hagyom inkább a jóvides fenébe, azt majd, ha több emberem lesz. Szóval most egyszer nem tudom, hogy mit csinálják, mert most fejleszgethetem én itten még az új játékokat, csak hát... Mivel veszem fel az új videóimat, csináltam a csatorna leírásnak egyik részt, a gyakran ismételt kérdések, ott megtaláljátok valószínűleg a kérdéseitek 80%-át. Többek közt ezt is. Szóval a következő játék. Lelelelelelelát. Robbantani kéne valamit, basztikuli. Nagyon robbantani kéne. Mi az, ami annyira elsöprően eszméletlen, meg a szuper király, hogy csak nem... Nézzük meg Wikin, hát ha írnak valami tippet a G64-hez. Rámegyek a lapjára. Nos. Igen, hát ugyanolyan, szóval bármire lehet fejleszteni. Negyedik év, hatodik napján hozzák ki a forgalomból. Igen, hát Commodore 64, nem mondod? Hogy miket nem megmondanak. Nem, sajnos nem érnek semmi út. Ha harmadik év hatodik hónapjának a második hetébe kezd majd el kimenni a forgalomból. A PS1 mikor is jön be? Az mondjuk érdekel. Mi az, hogy állna?
Ja, mert van ugye az Unreleased Play System, és hát Unreleased PlayStation. 7. évben jön be, hát akkor még bőven nem arra kell gondolkodnom, na mindegy, visszatérve. Hát, nem tudom. Lehet, hogy még csak át kéne nyargalnom testre. A test az minek a izéje? Nintendónak mi volt az első konzol, ezt így most nem tudom. Vagy az igazi neve. NES lett volna az eredeti Nintendo Entertainment System. Az. A Gamelink mikor jön? Na az az, amivel nagyokat lehet robbantani. 3. év 9. hónap. Hol tartok a játékba? 3. év 8. Ja, de 30... igen, le lett tolva az egész, ezért egy évvel mondjuk később jön ki. Úgyhogy annyival nem is, de pár hónappal. Úgyhogy még egy játék belefér, és kijön a Gamelink. Arra viszont nagyon-nagyon rá fogok feküdni, mert az egyik legjobb konzol a játékba. Meg hát az igaz életben is ugye nem véletlenül volt nagyon-nagyon-nagyon hosszú évig támogatva. Ugye második... Csak 6. Nem, ez... Szóval, hogy 3. évtől 14 évig, több mint 11 évig volt, ugye? Na mindegy, szóval, hogy majd arra fogok fejleszteni, de egyelőre akkor még valami utolsó játékot G64-re. Lalalalalala. Nem tudom, mi legyen. Miről szól a játék? Mert sokan kérdezgetik. Arról, hogy játékokat fejlesz. De tényleg bonyolult nagyon, szóval nagyon erősen stratégia, egy hardcore stratégia játék, és nem fogod érteni, hogyha nem láttad az első részt, úgyhogy azt ajánlom, hogy kezd el nézni, mert bonyolult és egymásra épülnek a dolgok, amiket mondok. Na mindegy, szóval visszatérve, mi a fenét fejleszünk, várjuk, nézzünk körbe, hogy mink nem volt még. Vagy ha volt, akkor mi volt az, ami nagyon befutott. Volt egy ilyen 825-tel, szintén 825-tel, és Sport Simulator, ez jó sokat hozott, 200-at, 500, igen. Na, ez jót hozott, egy Medieval RPG, pedig csak 7-et kapott, Racing Simulator 90-et, Military Action, Space Action. Sport Simulator, Medieval RPG, Racing Simulator. Medieval RPG, hogy szerepelt? Jó eladásai voltak. Fejlesztésének közel a háromszorosára, és hát a négyszeresét hozta majdnem vissza. Király, oké, akkor csinálunk egy Fantasy RPG-t. Így utolsónak. Fantasy RPG-t. Commodore, és hát G64-re. És neve pedig... Nem fájna, hanem ez lesz a First Fantasy. Egy... Elírtam. First Fantasy van. Oké, next. Kettes grafikai motor is csináljuk. Oké, na, RPG. Mivel áll nekünk egy jó kis RPG? Puskázzunk egy picit. A siker érdekébe. Minus plusz plusz. Nem tudom, hogy RPG-be azért kell motor, nem? Szóval az... Ezt mondjuk már előbb is megemlítettem, azt hiszem, de... Mindegy. Szerintem azért fontos egy RPG-be, hogy jó motorja legyen. Na, 35.000 példány kelt el a Space Battle-ből. Na, Vena kiadta a konzolját. Master 5-öt. Nintendónak a test konzolára reagálva, masszív sikerére, pár hónap múlva, vagy jövő hónapban, ez úgy valahol 4. év környékén jön. RPG, hát dialógusok gondolom kellenek. Plusz plusz hullám. Aj, kevésbé, ezt mondjuk el, hiszem.
Szóval... visszatérve. Csak közben én belemerülök a kommentekbe. Plusz plusz hullám. Igen. World design, grafika és hangok nem fontosak annyira. Azért picit adunk rá, ha már külön fejlesztem. Alright. Ha nem akarod a fejed, fejlesztél. Ilyenkor megy el a fejlesztési idő és nem történik semmi. Csak vakarócik. Elakad. És ez nem jó. Na, bugokat szépen kijavítjuk. Na, megjelent egy új játék típus, kazuál játékok. Jó. Na, kiadjuk szépen a játékot. Hát nem hiszem, hogy ez olyan hű, de nagy siker lesz, de azért reménykedem. Új kombó, jó kombó, új topik. A leveledésről és better AI-t. Na. Hát elég sok minden jött, amiből ugye új motort lehetne csinálni, de most még nem csinálok, mert nemrég csináltam. Mondjuk ha ez na, berobbanhatna, csak tényleg egy 9-es fölött itt, na, eddig, ez nagyon jó kezdet, nagyon jó kezdet. 10-es, 10-es vagy 9-es, oké. Mestermunka, egy nagyon jót kaptunk. Egy többet kérlek, és 10-es, na, 10-es, 10-es, 10-es. Na, mindegy, ez is jó. Király, na, na most ez adjon. Ebből szépen kérek szépen több millió példányt eladni. Kína, nézzétek, erről beszélek, első héten 50 ezer. Holy, oké, okay. Na ezt mondtam, igen. Akkor ezek szerint tényleg bele van kódolva a játékba, hogy páradik játékod egy nagy robbanás legyen. Vagy most picit későbbre sikerült ez, de... ez ennyi. Másfél hét alatt 100 ezer példány, király. Csak 150 ezer az új iroda, mi? Rosszul emlékeztem. Azt úgy emlékeztem 1 millió. De az pláne király 150, hát akkor eddig is átköltözhettünk volna kb. Persze, hogy átmegyek az új irodába. Mi is kecc. Nos. Yeah, új iroda, királyság van. Na és új irodába ugye meg tudom csinálni most már azt. Kijött a Master Wii a Venától. Utána csekkolunk Wikin. Ennek a leírása benne lesz, nem? Nem. Na mutasd magad, Vena. Jobb. Szóval... Szegának mi volt az első konzoljának? Nem tudom, a régi konzolokat annyira nem vágom. Én ugye a PS1 előtt jó, hát a... azért... mi az, mindegy. Hagyjuk. Szóval a fiatalokat célozza meg. Azokra egyszerre szorzó, mindenki 0,8, a veteránokra pedig a viszont oké. Ez, hogy fiatalokat. Össze kéne hasonlítani... azzal, amit pont bezártam. A Nintendo-val. Tessék. Hát a gaming nagyon kijöhetne már. Az kell nekem. Az arra akarok fejleszteni. Test nem fogok már venni, mert az ugye nem sokára megy is a kukába. Master Wii-t esetleg. Hasonló dolgokkal rendelkezik. Adatokkal. Ugyanannyi a licensz. Development cost is ugyanannyi. Ugyanúgy a fiatalokat megcélzó platform. Nos, mindegy, visszatérve. Fölveszek egy embert. Ja, még előbb kell tanulnom, és igen, megjelent az, amit mondtam, hogy mostantól lehet trénálni az embert. Többek közt itt 0 RP-ért és 25 ezer dollárért kitanulhatom a staff management képességet, aminek köszönhetően majd fogok tudni embereket felvenni. First Fantasy 1 új játék, Sutka 94-nek viharként. Mindegy, kurva jó, röviden is tömörem. Ritka játék, új izé, minőség. Igen, játék történelmet írt, good luck.
Szóval... Nos... Jaj... Igen, szóval, hogy elterjedt a konzol világszerte, Nord-Amerikában nem annyira, viszont mindenhol máshol eléggé elkapkodják a Vena új konzolját. Igen, megvan a management kurzus, embereket tudok felvenni, így tudom. Itt beállíthatom, hogy mennyit költök a reklámokra. Minél többet, annál többen jönnek. Azt hiszem úgy vannak a lépések, hogy 20 ezernél 2 jelentkező, 80 ezernél 3, 440-nél 4, és 2 milliónál 5. Mindegy, én 80 ezeres hirdetéseket szoktam feladni. És na, ez egy fontos dolog, hogy most miket veszünk föl, milyen embereket. Ugyanis a játékok mostantól, majd ha megjönnek a középkategóriás játékok, ott majd állítgatni kell, hogy ki mind dolgozzon. És bizony innentől jön az a rész, hogy hát nagyon-nagyon erősen átcsap stratégiával, mert eddig elég egyszerű volt. Egy-két dolgot beállítgattál, aztán a nagyja az elvégezte a játék. De mostantól egyre kevésbé lesz ez így, egyre inkább neked kell mindent menedzselned, de szépen lassan majd ugye minél nagyobb játékokat csinálsz, annál fontosabb az aprólékos munka, meg a jó menedzsment. Szóval, hogy ezt most azért mondom, ugyanis itt háromféle ember tudunk fölmenni. Úgy van a design és a technológia, ezek alapján oszlik el a játék. Szóval, a design és technológia ugye a kettő darab rész, amire egy játéknak a fejlesztése oszlik. A lapkarakterünk az mind a kettőt ugyanolyan királyul tudja, úgyhogy az nem para. Viszont itt, ezért át kell mennem a wikire, hogy ezt szemrézni tudja, mert ez eléggé bonyolultabb dolog. Van, az amit keresek, lehet nem is ezen az oldalon. De, itt van, ezt kerestem. Szóval, ez a táblázat mutatja, hogy milyen típusú alkalmazott a legideálisabb az adott rész fejlesztésére, ugyanis a későbbiekben majd minden egyes fejlesztésre az engine, gameplay, story, dialogus, level, design, AI, world design, grafika és hangokra oda kell húzogatnom egy-egy embert, hogy azt kicsinálja. És itt van, hogy milyen beosztású, vagy milyen anyag, vagy milyen tudással rendelkező ember az ideális rá. Ugye az alapkarakterünk az úgy oszlik el jelenleg, hogy 50-50. Ami azt jelenti, hogy például a grafikára alkalmas. Ugyanis ugyanannyi design és ugyanannyi technológia pontja van. Persze át lehet őt képezni, szép lassan át lehet képezni mondjuk egy 60-40-esre vagy egy 40-60-asra, de értitek. Például akkor az engine-re, story, engine-re meg az AI-ra, arra egy olyan kell, aki főleg tagben jártas. Ha olyat akarok, aki főleg techben jártas, akkor ezt a hirdetést is felagnom, ezt a komplex algoritmust. Akkor olyanok fognak jelentkezni, akik főleg techben jártasok. Ha a game demót adom föl, akkor olyanok fognak jelentkezni, aki is ilyen 40-60 vagy 50-50 százalékos. És ha ezt adom föl, ezt az utolsót, akkor pedig főleg designerek fognak jelentkezni. Úgyhogy most először kell egy, ugye mondjuk én magam a fő karakterem fogja csinálni az átlag dolgokat, vagyis akkor először is kell egy olyan, aki főleg techben jártas, és aki főleg designban jártas. Miért kattingatok mindig át erre az oldalra? Szóval először kell egy olyan, aki főleg techben jártas. Föl is adjuk a hirdetést. Így né. Három embert is dobott, mint ahogy mondtam, ugye, hogy akkor összegén hármat dob, és ezekből választhatok. Húha! Hát ez elég jól képzett, viszont egyáltalán nincs dizájnja. Ami azt jelenti, hogy ez... Hát ezt erősen át kell képezni. A többieknek viszont nagyon kevés pontjaik vannak. 120 meg 70 az nagyon kevés. Itt is 120 és 70. Még egy dolog, ami fontos karakterválasztásnál, az, hogy hány a szintű, mondjuk az majd tud fejlődni viszonylag könnyen. Viszont a gyorsasága az, ami még nagyon fontos tud lenni. 290, 160, 220. Ez ennek elég jó a gyorsasága. És a másik pedig, hogy mennyit kér, 18 ezeret havonta, az mondjuk elég húzós. Az eléggé.
Ezt fogom valószínűleg felvenni, és rágyúrni neki dizájnra, majd jó sok előadásra, meg kurzusra, meg ilyenekre elküldöm, az sok pénz, viszont akkor lesz egy jól képzett alkalmazottam. Speedje sem a legjobb, viszont hát nagyon sok technológiai pontja van, csak az a baj, hogy picit drágálom. 18 az most még sok, az most még nagyon sok havonta. A többi az ugye csak 8. Azt is lehet amúgy, hogy ezt most hagyom a fenébe, és egy újat, új HR-es hirdetést dobok piacra, de az ugye újabb 80k. Nem, ezt felvesszük, és majd átképezzük. Na, és elérhető lehetek a médium játékok, és akkor még egy embert veszek föl, aki viszont nagyon jó dizájnban. És egy olyat keresek, úgy de 80 ezer. Nos, király. Így nem. Na, kikerült a piacról a First Fantasy 1. 320 ezer példányjal, és 2,24 millió dollárt generált. Nem rossz. Hát igen, kellett már az eltörés. Nos, másik emberként, aki kell, aznak ugye főleg dizájnban érdemes erősködnie. Túllátom ugyanaz a helyzet, két gyengén képzett és egy erős képzett, aki baromi drága. 20 ezer, holy Jesus, 160, az vagy az meg nagyon kevés, 130 pláne. Még 356 is, mondjuk aránya is egész jók, mert ennek legalább nem nulla technológia pontja van, hanem mondjuk egy 5-10% alapból. Ettől függetlenül majd rá kell gyúlnom, mert őt 80-20-as beállásba akarom rakni. Szóval olyan posztra akarom rakni, ahol 80-20-at kell dolgozni. Yep. Hát őt felveszük, baromi drága, az a baj, hogy most nagyon rá fog menni a havi számlám erre. De... na mindegy. Hát legyen ez. Az a baj, kurva drága. Már bocsánat, de nagyon. Oké. Tudunk egy staff welcome traininget berakni nekik. Azt el is küldöm őket erre. És... hát akkor a fő karakteremet is elkezdem trénálni. Igen, ugye a fő karakterem, láthatjátok, hogy jelenleg minden a 300-as. Design technológia, speed is research. Ugye őt fogom majd egy 50-50-es pozícióban tartani. Talán. Nem tudom, hogy őt tartsam az 50-50-es pozícióba, vagy őt tartsam a 60-40-esbe. A 60-40-es pozíciók az ugye a word design és a hangok. Itt van a word design és a hangok, azok a 60-40-es pozíciók. Viszont a grafika az nagyon fontos. A grafika a legfontosabb. Ha megnézitek, a grafika az mindenhol pluszos, kivétel nélkül, mert hát azért mindenhol számít. Még a word design az sokkal kevésbé, meg a hangok is sokkal kevésbé. Word design pláne az annyira nem is fontos beosztás. Szóval úgy lesz nekem majd az ember kém, mert későbbiekben majd 6 beosztam, lehet velem együtt 7. Hogy egy ember fogja csinálni a grafikát, egy ember fogja csinálni a word design és hangokat, egy ember fogja csinálni az AI-t és engine-t, egy ember a gameplayt és a storyt, egy ember a dialógusokat és egy ember a level designt. Így lesznek majd nekem a beosztottjaim, ez így az előző lapon már megvan itt előttem, egy lapra fölírtam, ezt majd is fel fogom írni, úgyhogy ezt majd sajnos nem fogjátok látni, de... szóval... igen, amit még akarok, az itt a... akarom én a traint? Igen. Egy új lapot kell nyitni itt Wikiába. A traininget, hogy lássam, hogy melyik train mit ad. Itt vannak, egyelőre még csak könyves tanulási lehetőségeim vannak. Viszont ugye hát, hogy mire kell képezni az emberkét. Akkor egyelőre azt hiszem a fő karakteremet, azt megtartom 50-50-es arányba. És őt akkor majd grafikára fogom kiélezni. Úgyhogy... hát akár trénelhetném is olyanra, ami mind a kettőből ugyanannyit ad. Csak... itt van design plus technológia, az a Game Dev Games nevezetű trén, itt is van. 5 RP és 15 ezer dollárba kerül. Itt szépen láthatjátok majd, hogy növekednek a statjai, elkezdenek, ha minden igaz. Nem, de oké. Na, ők megcsinálták a Welcome Traint.
úgyhogy őket is el tudom kezdeni trénelni, ugye neki most technológiája nagyon erős, úgyhogy dizájnt kell, meg hát majd a későbbiekben speed, mert a 200 nem túl sok. A dizájnt az pedig a Game Design for Pirates adja, ez. Téged pedig pont az ellenkezőre kell trénálni, technológiára, ugyanis téged a 80-20-as szekcióba szállak. A 80-20-asba szállak? Igen, 80-20-asba szállak. Úgyhogy neked most... mi kell neked? Technológia. Ami pedig a coding complete. Nos, mind a hármat elküldtem trénelni, ezt szépen végig tolják most. Ugye 2,4 millióból már is szépen lezabáltam. Új hely, meg új alkalmazottak, meg ilyenekkel. Fél millió már is így hús elszállt. Igen, valaki ír. Aha. Oké. Okay. Várjunk most. Ó, basszus, van egy ötletem, hogy most mi az, ami éppen nem jól sült el nekem. Na mindegy, úgyis kellenek még alkalmazottak, amiket nem most akartam fölvenni, viszont meg akarok nézni valamit, hogy most jó-e a gyanúm. Most egy olyat fogok, egy 60-40-es embert keresek. 60% design, 40% tech, ő fogja majd csinálni a word designt és a hangokat. Remélem, hogy nem igaz az, amire éppen gondolok, mindjárt kiderül, és akkor majd elmagyarázom. Aha, megjelent a marketing lehetőség, most csak ennyit írt. Így, oké, majd tudok marketingen, ezt egyére nem akarok. Oké, szerencsére nem igaz az, amire gondoltam. Arra gondoltam, hogy hirtelen megnőttek a... Szóval, hogy újabb kategóriába léptek az alkalmazottak, pont miután én felvettem, de szerencsére nem. Hát jó szar a felhozatal már, elnézést, de ez borzalmas. 130-68. 6. Finoman szólva is, gyenguska. És ez a legjobb. Körülbelül ilyen arányba kéne, 60-40-be. Csak hát ezek mind gyengék. Ez lenne egyedül jó, viszont ez 40-60 inkább. 46-an viszont az csak a level design, amit meg egyelőre még annyira nem akarok. Hát nem is tudom, akkor lehet, hogy ezt most inkább nem veszek föl senkit, bár akkor elszállt 80 ezre ma semmire. Nem tudom. Nézzük ennek a csávónak. Jó a speedje. Jó, viszont nem ennek. Neked. Hát ennek gyenge a speedje is, és sokat is kér. Nem veszek fel most senkit. Elég gyenge most a felhozatal, úgyhogy ezt hagyjuk. Oké, na, ha végeztek a trainnel, akkor mondjuk... Na most csináltok egy-két ilyen munkát. Hát jó, ezt mondjuk még egyedül is megtudná a karakterem. De így ketten vannak itt pláne. Igen, na, most jött ki az üzenet, hogy a G64 szépen lassan hal megfele. És hát a PC-vel szemben egyre inkább kezd háttérbe szorulni. Yep. Jó, ez megvolt, még minden. Nos, és akkor most csinálhatnám azt, hogy belekezhetnénk nagyobb játékokba. Ugye megjelentek, nem jelentek meg? Miért nem jelentek meg? Meg kellett volna jelenniük. A médium játékok, de valamilyen furokból kifelé még nem jelentek meg. Na mindegy, akkor valószínűleg majd a közeljövőbe fognak, akkor egyelőre még mindig csak kis játékokat tudunk csinálni. Úgyhogy egyelőre még annyira nem számítanak a beosztások. Mert ez az, amiket mondok, hogy ilyen 40-60, meg 50-50, meg ilyen százalékú, ezek majd a medium és high, meg a játékoknál fognak csak számítani. Egyelőre nem. Úgyhogy... Hát új játékot kéne csinálnunk, úgyhogy csináljunk új játékot. Nézzük először végig is, hogy mik voltak eddig nekünk.
Áj. Space Battle, Sport Simulator, RPG Simulator, Military Action, Space Action. Legyen egy újabb autós játék. Racing Simulator. Legyen Turbo V2 néven. Nem vagy az nagyon... Ember, később égben lesz, azt mondjuk nem tudom. Azt nem tudom, hogy miért nincs a legeslegelejétől kezdve benne az a lehetőség, hogy folytatásokat gyártson az ember. Ugyanis a későbbiekben majd benne lesz egy olyan lehetőség, hogy egy franchise felépítsen az ember, egy új, szóval folytatást adjon egy már meglévő játékának, az majd itt lesz ilyen új menüpontként. Viszont egyelőre nem tudom, hogy miért nincs bent. Pedig most már mondjuk elkezdhetnék folytatásokat gyártani. Mert most akkor egyelőre ugye kénytelen vagyok idézőjelben új címeket létrehozni. Várjunk, mennyire térhódít most a PC? Ezt megnézem. Igen. Hát még nem, majd szépen lassan föl fog kúszni, ember már közel van nögi, van 4-hez. De gyerek nem. Egyelőre még nem kezdett el. Szóval... Szerintem elkezdek, várj, tudok már stratégiait csinálni? Tudok bizony, elkezdek egy stratégiait, de miért? Sci-fi stratégiát, vagy fantasy-t. Legyen fantasy. Commodore-nál. Run Engine-nál. És a neve legyen... Igen, SC-n én is gondolkozok, de annak ugye egy 3D-s grafikája volt, nem 2D-s, 2000 Commodore-ra jött. Úgyhogy azt majd a későbbiekbe fogom, meg azt majd franchise-ként fogom csinálni, szóval hogy annak majd csinálok folytatásokat. Most ugye egyre egy 2D-s stratégiáról beszélünk, úgyhogy ez még nem StarCraft. Nem tudom... Az baj, hogy ezek a hülye alapneveket már elhasználtam kb. Space War, meg ilyen hülyeségek. Legyen Mutated. Ez fantasy strategy. Zerg-szerű lények ellepik a világot, ho-ho. Na jó, sztorit nem kell neki írni. Fantasy stratégia. D64 Run Engine. V2-es graffal. És akkor itt most, ha minden igaz, akkor el kéne kezdeniük dolgozni. Majd meg kell nézem a stratégiát, hogy is adják. Plusz-plusz hullám. Ja. Na, szálljanak a buborékok, szálljanak, hol vannak? Azért. Ha nem igazán gyűlnek. Annyi gyűlik, mintha egyedül lenne, pedig háromszor annyinak kéne lennie minimum. Na mindegy. Minusz, plusz, plusz. Stratégiai játékban miért nem kellenek dialógusok? Ezek nem ártanak. Final Fantasy van már. Csak nem Final Fantasy, hanem First Fantasy néven, az volt az, ami így befutott. Szóval... Meg a Final Fantasy az nem stratégiai játék. Mindegy. Mi kell ide? Minusz, plusz, plusz. Hát akkor ez így jó. Japp. Right, Sucho Racing. Hullám plusz, plusz. Hangokat felhúzzuk, fel designt lehúzzuk. És igazából még nem igazán tudok mit itt oldalt elítgatni, úgyhogy... Ennyit erről. Nem igazán pörögnek azok a számok. Na!
mindjárt kijön, király, ez jó, ez kell. Bejelentette az új hordozható játék konzolját, Gamelingnek hívják. Igen. Monochrome screenje van, zöld háttérrel. Van mikro, vagy izéje, hangszórója. És multiplayer support van benne, ohohoho. Kábelen keresztül. Ez még tényleg hatalmas újítás volt ez a konzol. Összehasonlítva a PC-vel és egyéb konzolokkal gyengébb, de sokkal kisebb az ára is, és nagyon jó hordozható, igaz. Szóval király lesz az a lényeg. Na jó, azért gyűlnek itt a pontok a végére, elkezdek, csak az elején valahogy nem igazán akartak fejleszteni. Na, a bugokat kijavították, úgyhogy kifinisellem. Yeah! Új kombó, jó kombó. Fejleszgetnek szépen, Engine 3-as, V2-es grafika 3-as, hangok 3-asok, főkarakterem 3-as. Hát adjuk ki a játékot. Na, elérhető, hát a 3D grafika V1, király! Akkor én szerintem le is mondok a két kis grafikáról. Mert végülis azt is lehetne tovább húzni, de... ugye hosszú távon egyértelműen a 3D-s jobb. Úgyhogy majd nem sokára akkor gyártanom kell egy új motort. Ami 3D-s grafikát már tudni fog. Na, a király 9. Pedig ez most csak ilyen kis mellékes projektnek. Na, a király. Jó ez. Még a végén nagyot fog hozni. Ezt most tényleg csak ilyen kis mellékes projektnek szántam addig, amíg ki nem jön a Gamelink. Hát ez király gyerekekre, mitem volna, hogy ilyen pontokat kap, több mint egy 9 lett pont az összértékelés. Ja. Hát, jó kis búcsút veszek a Commodore-tól. Hát mondjuk eladásokban annyira nem szágult, 25 ezer az első héten. Szóval nem olyan, mint a Last Fantasy nevű játékom, ugye, ami egy fél milliót adott el egy hét alatt, és egy milliót egy hónap alatt. Még a 100 ezeret se ért el eddig, de... Na, hírek jönnek. Ha nem vagy fánja a Sotyka Games-nek, akkor itt az esély, hogy az legyél. Ugye játssz a Mutated 8. játékukkal. Story perfect. Igen, gondolok blablabla, stratégiai. Tök jó játék, oké. Igazából ezek tényleg Electric Games. Az emberek nevét nem tudom, hogy azt is az igaziakról másolták és átváltoztatták, mert attól nem ismerek. De Erniel Kunkel, ez még nem tudom miből lehet. Viki lehet megnézni, nézi, de most egyelőre akkor hagyjuk. Úgyhogy... Yeah, Gamelink! Oké, nos hát akkor elkezdek Gamelink, ezt egyben meg is veszük, mert baromi jó kis platform. Hatalmas is a népszerűsége, minden más visszaszorult ilyen 18%, ez 32, meg is értem, olcsó is rá fejleszteni, és hát megvenni 50k csak, és nagyon jó, és nagyon sokáig meg lesz. Úgyhogy megvesszük a licenszét, 50 ezer. Na, és... mondjatok valami nagyon jó kis klasszikust Gameboy-ra. Rákeresünk a neten. Ezek már Game Boy Advance-ek itt, amiket írogatnak neten. Nem tudom, hogy 2 vagy 3D-ben kezdik erre fejszíteni, igazából lehet, hogy 2-be kéne. Tényleg a Mario franchise az ugye, ezt már ki kellett volna építenem, hogyha akarnám. Mert az már rég szágult. Úgyhogy... Mario Kart, igen, Mario játékok. Mario Kart is 2D, és nem az már 3. Hát jó, mondjuk az 2D is elég is lehetne. Super Mario Advanced 2. Ulalalala. Na mindegy, kicsit elkalandoztam itt amúgy. Szóval...
Ugye most még 2D-s grafikán van. De Mario az milyen kategóriába tartozik? Nem sport, az biztos, nem military, az is biztos, medieval, nem space, biztos, nem racing, biztos, nem sci-fi, biztos, nem fantasy. Hát... itt az a legvalószínűbb, de... nem tudom. Milyen egyéb témákat lehet fejleszteni? Pac-Manről már lekéstem, mert Pac-Man az még izén jött ki. Még az... az, hogy az még... Commodore-om. Igen, kicsit elkandoztam. Hát itt se nagyon van. Gyerekek, milyen típusúnak számít a Mario? Fantasy-nak? Kétlen. Space Invader, tényleg az is nagy játék volt. Az is kérdés. Level Editor, jobbai. Medium játékok. Marketing. Tényleg tudok medium játékokat csinálni. Na, akkor ezt kifejlesszük. A medium játékokat. És a medium játékok azok, amiket mondtam. Hogy... jó, ez most nem izgat. Kiadhatok magamtól is médium játékokat, viszont most még nagyon pici a rajongótáborom, 4,7 000 vagy 4700 ember. Úgyhogy most még nem érdemes magamtól kiadni, viszont megjelent egy újabb menüpont, ami annyit tesz, hogy kiadókat kereshetek, vagyis hát ők megkeresnek engem, és akkor megvannak szabva, hogy miket. Active Visioner, ugye Activision. Codemeister, Codemasters. Bluebeat Games. Bluebeat Games az mi akar lenni? Megnézzük. Nem itt? Itt. Nem is itt, ez is kell, ez nem kell. Hogy az még cég? Valószínűleg ismerem, csak így most nem esett le egyből. Úgyhogy... Mario Kart az racing, igen, de az 3D-s. Ezt majd, hogyha kifejlesztettem az új grafikai motort. Meg ugye Mario Kart, ez kisebb volt, mint Mario, tudtam már. Hogy Mario ugye alapja a franchise-nek. Ez valami más, igen, ez nem az a honlap, amit éppen kerestem. Na mindegy, hagyjuk, oké, okay, nem tudom, hogy mi a Bluebeat, de biztos. És... erre. Na és akkor azt érdemes nézni, hogy ugye mennyi a minimum score, amit el kell érniük, milyen nagyságú játék, és hogy mennyi a büntetés, ha nem éred el. Meg persze, hogy milyen témába kell. Sci-fi stratégiai játékot kellene 6-os minimum score-ral médium nagyságban elérnem gamelinken. Ami annyira nem is HC. Annyira nem is HC, viszont... hát elég nagy bünti jár, ha nem érem el, és... egyelőre szerintem ezt most még nem fogadom el, vagy igen? Sci-fi fantasy, vagy sci-fi stratégiai játékot. Hát ez ugye a StarCraft. Tudt mondanám. Vagy hát jó, van több is, de... na mindegy, oké, akkor egyelőre nem, egyelőre meg fejleszgetek egy-két kisebb becske játékot. Örköket. Sőt, nem csinálok egy-két ilyet. 124 ezeret, vagy 121 ezeret adtam el ebből. Az se rossz. Mutatedből mondjuk jó értékelés kapott ahhoz képest, meg ez annyira nem sok. Nem ezt akartam, hanem... na, van. Ja, mert éppen projektben vagyunk, azért nem lehet. Oké, okay, szóval research-ot akartam. Ugyanis lassan jöhetne az új motor. Csak hát nagyon sok pénz, meg főként
izébe. A 3-as grafikát az mindenképp ki akarom felezni, mármint a 3D grafikának a V1-es verzióját. Csak nem tudom, hogy kifejlesztem-e a 2D-s grafikának a harmadik verzióját is. Ugyanis az király, meg azt azért el lehet adni egy ideig, csak a hosszú távon gondolkodik az ember, akkor fölösleges 2D-be elmenni. Szóval szerintem egyből átállok minden játékomnál 3D-be, igen, marad csak a 3D. Marketinget egyelőre nem fejlesztem, hogy 3D grafikát kifejlesztem. De hogy állsz fejlesztésileg? 180-ad van. Neked 260-ra akkor veled fejlesztetünk még valamit. Casual játékok. Igen, az is kell, meg majd Betterait is kell fejleszteni, csak ugye ezek csomó research pontban egy időbe kerülnek. Veled level editort. Fő karakteremnek mindjárt vége. Akkor fejlesztünk veled Betterait. Nyilván még 27 research ponton van, akkor még tudok egy 10-est és egy 15-öst. Marketing és a 2D-s grafikán kívül mindent ki tudok fejleszteni, oké. Akkor egy ilyet is kifejlesztünk. Vagy vannak új témák, amiket érdemes? Na, még mindig nincsenek. Joystickot kifejlesztjük. Na és akkor ezekkel együtt szerintem csinálok egy új motort, ám bár most elég erősen kezd megfogyatkozni a számlám. Már csak 1,6 millió van a 2,5-ből, egy-két hónap alatt. Így kell szórni a pénzt. Pedig most volt egy sikerjátékon, nem? Hogy van ilyen kevés pénzem? Ja, tök sokat hozott. 200 ezerbe került és 600 ezeret hozott. Jó, ez meg pláne sokat, de értitek. Na, elérhetővé vált az egér fejlesztése. Ja, viszont nincs rá RP-m, úgyhogy elvállalok egy-két ilyen munkát, valami gyengébbet. Azok még mind, na ezt. Hoho, kaptunk egy titkosított üzenetet, olvassuk el. Nagyon ritka dolog, vagy nagyon ritka ajánlat. Az ügynökeim kölcsön vettek pár fejlesztési információt, ami érdekelhet engem. Hogyha érdekel, akkor 54 ezeret utaljak a... 54 ezeret fizessek neki. Hát érdekel. A Evolution Research-ot megkaptam érte. Okay. Igen, még egy érdekes dolog. Ugye látjátok, hogy itt egy csík az alkalmazottaim mellett. Ez azt jelenti, hogy fáradnak. Ha nagyon erősen és nagyon sokáig egyhuzamban igénybe veszem őket, akkor elkezdenek fáradni és romlanak a képességeik. Ebből adódóan egy-két projektenként érdemes őket elküldeni egy picit nyaralni, feltöltődni. Most még szinte alig fáradtak, de most elküldöm, ilyenkor föltöltődnek viszonylag hamar. Egy pár napos szabi alatt. És hát inkább pár hét. Na mindegy, és... Hogy erősen neki tudjunk vágni a játékoknak. Akkor egyelőre még megmarad ez a 2D-s motor. És... Igen. Na, láthatjátok, hogy bejöttek a médium játékok gyártásai, ami alapból mondjuk 150 ezerre többbe kerülnek. Meg most még túl pici a fan bázisom ahhoz, hogy még saját gyártású médium játékba kezdek, úgyhogy egyelőre maradok a kicsiknél. Elkövettem azt a hibát az előző mentésemnél, hogy egyből elkezdtem médium játékokat gyártani, és hát majdnem sikerült csődbe vinnem vele a céget. És maradok a kis játékok gyártásánál. Itt, és megjelent még egy, amit eddig hiányoltam, hogy milyen korosztálynak gyártsa az ember. Fiataloknak, mindenkinek, vagy a hardcore-abb idősebb embereknek. Ugye a Game Boy és a Game Link az inkább a fiatalokat célozza meg, ebből adódóan én is inkább nekik gyártok valami kis játékocskát, és itt akkor legyen egy akció fantasy. Ugye
Gamelingre. Run Engine-nel. Ja, mi? Miközben itt megint elbombultam. Szóval, Small, Young, Fantasy Action, Gamelink, Run Engine és név. Mi legyen a név? Nem tudom, legyen Mária? Na jó, nem. Árió. Okay. Fantasy Action Game League Run Engine Small Young név király lehet. V2-es 2D-s grafikával. Na, a Sega, Vena bejelentette az új Master 5 Marok konzolját. Vena Gear néven. Hordozható konzol. És Gamelink elemegy, de hát mind ismerjük a történelmet, tudjuk, hogy nem fogja legyőzni, úgyhogy maradok a Gamelink fejlesztésénél. Igen, hogy tök erős lesz a izé, színes screen, meg ilyennek. És hogy vajon legyőzi a Gamelinket? Majd meglátjuk. 2 hónap múlva jön, de nem fogja. Elárulom. Okay. Valaki Daisy-vel játszik? Igen, én játszom Daisy-vel. De most nem megyek. Szóval, megint itt a netérek. Mit is fejlesztek én éppen? Akció. Akció. Engine gameplay. Hát, ez igazából így jó is. Ezek szerint előbb is akciót csináltam? Vagy valami több ugyanilyen? Mindegy, kiderül majd. És az hullám plusz plusz. Igen, előbb is akció volt akkor. Na mindegy. Nem hiszem amúgy, hogy ez a nagy siker lesz, legalábbis biztos nem akkora, mint igaz életben a Mario. Mert itt ez nem számít olyan hű, de jó összetételnek. Na, kijött a Vena Gear. Kiadjuk. A technikai paraméterei királyak. Új kombó, jó kombó. Ez jó kombó. Akkor mégis jó kombónak számít, mindegy. Na, megjelent az Open World és a Simple Cut Skin át cuccok. Majd ezeket is belerakom a következő motoromba. És nézzük a kritikákat. Hát meglepődnék, ha ezt is ilyen 10-esre értékelnék, nem is azért. Mondjuk azért jó. 9. Jó játék, egyike a legjobbaknak. Na, jó ez, jó ez. Nem annyira, mint az előző sikerjátékom, szerintem 10-10-es, de 8-9-es az király. Na nézzük a adásokat. Nagyon lement a szalmlám most, basztikuli. Remélem, ez picit segítem, mert nem, ez összesen max jó esetben 100 000-et fog kidobni, de még most nincs sem biztos. Csinálunk egy-két ilyet. Az a baj, most nagyon lement a számlám, és ha most belekezdek egy új motor gyártásába, lehet, hogy abba belerokkalok. És ezt meg nem akarom. Úgyhogy lehet most még egy-két régebbi, gyengébb, olcsóbb játékot csinálni kéne, mielőtt belekezdenék. Ezt meg tudom csinálni? Szerintem meg. Mondjuk ezt ugye csak két ember tudja gyártani, mert neki nincsen izéje. Na jó, ez meg lesz. Lenne, hogy még ez a fejét is vakargatja. Nos, igen, researcholni kéne dolgokat. Egeret,
Simple cutscene. Mondjuk összesen ez, ez pont 40, amit meg tudok csinálni, úgyhogy... Úgyhogy meg is csinálom, és akkor talán elkezdem az új motort. Igen. Az első 3D-s, vagy 3D-s játék. Ho, ho, ho. Na, legyen, mi legyen? Na, Commodore nem sokára kimegy a piacról. Egér megvan. Gatskinek megvannak. Hát összesen 89 000 kelt el, és kicsit több mint 500 000 hozott a Arium. Annyira nem rossz. Nos, megvannak a fejlesztések. Úgyhogy szerintem... megcsinálom a következő motort. Nem tudom, hogy benne hagyjam-e a 2D-s grafikát a motorba, plusz 50 000, és akkor lesz választásom, hogy tudjak-e 2D-s grafikát alkalmazni. Még akarok én 2D-set, vagy ezentúl csak 3D-s játékokat. Szerintem benne hagyom, mondjuk 50 000 annyira nem kevés pénz, de... de azért lejön bent. Ugye új kontrollereket berakjuk, level, battery, open world. Így minden mehet. Na és második engine neve. Hú, múltkor mondtatok még egy engine-t, ami tetszett, mi is volt? És nem tudom visszapörgetni mi. Pláne, hogy ezt az első adásban mondtátok. Igen. Úgy az elsőnek mi volt a neve? Elsőnek Run Engine volt a neve. Legyen Run Engine 3D? Az annyira a divat volt régebben, amikor megjelentek a 3D játékok, akkor mindennek a neve benne volt az, hogy 3D, ami 3D. De mondjuk logikus is, mert ugye akkor még az ritkaság, mindegy. Legyen Run Engine 3D. Majd a következő engine-emet fogom elnevezni valami érdekesebb módon, ez egyelőre jó lesz így. Megvettem az Arma 2 természetesen meg. Arma 2 már régebben meg volt dobozosan, a kiegészítőjét pedig Steam-en vettem meg olcsóban. Úgyhogy kicsit szaroznom kellett a telepítésnél, mert az egyik dobozos, másik Steam-es verzióban van meg. De igen, megvan. Szóval én mindig megveszem a játékokat, amikkel játszom. Jó, nem mindig, de amikkel hosszabb távon játszom, igen. Na mindegy, ebben is nem menjünk bele. Szóval vissza az engine-hez, Run Engine 3D 300 000, oh my fucking God. Viszont minden benne van. Nagyon. Viszont akkor most egy darabig akkor áll leszek ezzel egy jó pár játékig. Igen, Commodore 64 izé csődbe ment. És visszahívják a platformot. Tényleg Alpha Engine volt. Most írják csöten, Alpha Engine volt. Na mindegy. Ja, G64 többé nem támogatott. 8 játékot adtam ki rá, összesen 4,2 milliót termeltem. Hát igen, igazából eddig szinte csak arra adtam ki igazán sikeres játékokat. Úgyhogy... na mindegy, fejezzétek be szépen a engine fejlesztést. Na, és igen, ez is egy érdekes dolog, hogy néha beírja, hogy éppen mik a populáris játékok, jelen esetben az RPG-k, úgyhogy akkor az első 3D-s játékon valami RPG lesz. Remélem még nem futok ki az időből, és sikerül az előbb befejezni, mielőtt eltűnne ez a láz. Úgyhogy gyorsan bele is kezdek. Új játék fejlesztésébe, pici fiataloknak. Ó, itt van a Evolution, ugye. Ez az, amiért fizettem, hogy ellopják. Igazából ez maga nem érte meg, de érdemes ilyenkor belemenni, mert van, amikor jó dolgokat kapsz. Szóval... milyen RPG-t csináljunk? Hát medieval RPG vagy fantasy RPG-t.
3-es medivál lesz. Platform, hát ez nem is kérdés, hogy Gamelink. Game Engine, meg az új engine, az új 3D-s engine. Ez 3D-be csináljam, vagy még 2D-be? Hát mondjuk RPG szerintem érdemes 3-ba. Medivál vagy fantasy legyen? Én fantasy-t jobban szeretem. Mi legyen? Mi az, ami sikeres 3D-s fantasy RPG? Pokémon! Hú, azt szerettem régen! Hú, az király volt! Kockás grafikájával. De az 2D? Az 2D-nek számít, nem? Igen, az még 2D. Vagyis hát... úgy nem 2D, hogy fölülnézetes, hanem oldalnézetes, viszont a megjelenítése az maga 2D-s volt. Na mindegy, én most egyből 3D-s. Pokémon-t fogok csinálni. Small, Young, Fantasy RPG, Gambling, Run, Engine 3D, let's do it! És itt van. Ez kell nekem most. 3D, vagy legyen a 2D-s grafika V2? Ez ugye drágább is, meg az ugye fejlettebb technológia, meg abból már van tapasztalata. A fejlesztőimnek, még 3D-vel egyáltalán nincs. Na mindegy, legyen a 3D. Legalább akkor azt fejlesztem. És valószínűleg ez még nem lesz túl nagy siker, sőt lehet, hogy bukás is lesz. Első pár 3D-s játékok nem szoktak olyan nagyra menni, de hát ha alapom. RPG-hez minusz plusz plusz kell. Na igen, és akkor itt tudom ugye a dolgokat állítgatni. Ember egy játék marok konzol, nem tudom, hogy lehet mondjuk egeret használni, de... így is kapcsolom. Marok konzol, nem lehet egeret használni. Igazából semmit nem lehet használni egy marok konzolhoz. Mindegy, ezeket benhagyom, mert hát ha növelik vagy valami, így ennyi elég. Let's do it. RPG következő része, az plusz plusz hullám. Better AI Level Edition Editor. Hát igen, na nagyon zuhan a pénz. Nagyon remélem, hogy sikerül kiadni mielőtt elmenne a színről a RPG láz. Mono hangok, nyílt világ és plusz plusz hullám. Na, most ennek sikernek kell lennie. Reménykedem, ám bár nem valószínű, mert úgy mondom, első 3D-s játékok azért hát elég sok technikai parával küzdködnek. Gyorsan bugjavítás. Ó, basszus, egy bug még pont becsúszott utólag. Remélem nem fognak ezért reklamálni. Itt később a trendek megfelelően gyártam a játékot, az is ugye szorzó. Itt ez még csak level 1-es, ugye a 3D grafika? Na mindegy. Nézzük. Jobb dialógusok. Hát arra már lecsúsztam majd a kövi motorba. Na nézzük. Legyen jó, legyen. Ó, na, jó, jó, 10. Ó, ho. Király. RPG játékok nagyon jól működnek a Gamelingen. Közel tökéletes. Napok óta ezzel játszik. És fantasy és RPG jó kombináció. Király. Kerek 9-es értékelést kapott. Na nézzük, mennyit hoz az első héten. 20 000. Ha mondanám, hogy repdesik az örömtől.
Nagyon-nagyon-nagyon lement a pénzügy része a cégnek, és ez baj. Lehet, hogy bele kéne vágnom egy nagyobb játékba, csak félek, mert ha bukás, akkor viszont csődbe megyek úgy, ahogy vagyok. Meg most egyelőre nincs is olyan, ami tetszene. Mert nincsen tesem, egy játékért nem fogok leszerződni vele. Ezt meg tudnám csinálni, mert ez bármilyen konzolra lehet. Viszont 8-as a minimum score, az viszont baromi nehéz elérni, úgyhogy azt nem vállalom be, mert az nagy valószínűséggel bukás lenne. Talán egy game dev játék, adventure game dev játék az halálra van ítélve, egy 8-as score-t nem érsz el azzal valószínűleg. Úgyhogy azt nem. Ez például egy medieval, ez jó lenne, csak mondom, nincs meg a konzolra a jogok arra, hogy fejleszek, és plusz 80 ezeret nem fizetek azért. Kár, hogy azért nincs, Vena konzoljára van. Ez jó lenne, csak szintén olyan, hogy ezt a konzolt nem veszem meg csak azért, mert amúgy erre nem akarok fejleszteni, úgyhogy hát egyelőre akkor maradunk a kis játékoknál, és megpróbálok addig nem csődbe menni, amíg találok valami jó, közepes költségvetésű játékot. Csináljunk ilyeneket. Addig is egy keveset, ez ad egy rokat research, meg egy kevés pénzt. Nos. Na igen. Itt most jön egy ilyen, hogy pár ember illegálisan szedi be a Pokémont. És hogy mit csináljunk. Meg tudjuk őket perelni, vagy figyelmeztetni tudjuk őket. Szerintem most még nem kezdek pereskedésbe. Csak figyelmeztetem. Mert ha pereskedsz, akkor gondolom kicsit több pénzt be tudsz szerezni, viszont hogyha csak figyelmeztetett is hagyod őket, és hát idézőben hagyod őket, hogy terjesszék, akkor viszont falokat tud szedni, ami hosszú távon szerintem jobb. Ha hosszú távra gondolkodik az ember, akkor szerintem jobban jár, ha nem perel. Mármint így a kezdeti stádiumban. Aztán majd ha nagy játékokról lesz már szó, akkor már persze nem, de most még jobban szükségem van a közönségre, mint milyenek. Úgyhogy egyelőre csak figyelmeztettem őket. Sotyka Games ismételten meglepett minket egy nagyon élvezetes játék. Igen, nagyon irányítás. Igen, best game ever. Hú, én is nagyon várom a Mortal Kombatot PC-re, jövő hónap elején jön. Nos. Nem tudom, hogy most belekezdjek még egy RPG játék fejlesztésébe, valószínűleg mire a végére érnék, addigra lecsillapodna az RPG láz. Nem is tudom, pláne ha most nyugodt, hogy sokat szarozok ezekkel a izékkel. Megvan, autós. Kiküldtem a figyelmeztetéseket az illegálisan használó játékosoknak. Ugyan nagy problémát okoz ugye a kalózkodás. Hát igen. Igen. És itt írja, hogy fanokat kaptam ugye azért, mert nem figyelmeztettem. Valószínűleg, mondom, ez csak annyiba befolyásolt volna, hogy akkor meg pénzt kapok, hogyha perlek. Így meg feneket. Mondjuk ez a 200 az nem túl sok, de most már van közel 7000, de mindegy. Kell becsülni a picit is. Szoktam-e rajongókkal videón kívül jeszteni? Nem, egyáltalán. Még a barátaimmal is ritkán, úgyhogy csak idő meg lehetőségem, hogy velük együtt játszom. Úgyhogy nem igazán. Sőt, még van, amikor videóra is ritkán jut időm, úgyhogy pláne nem. Ja, te 2000-ért. Ilyen nagyon döcögősen, mert hát egyszerűen nem nagyon tudunk össze
Ugye szeretném mondjuk most itt a nyár, úgyhogy bele kéne, mindegy, ez most mindegy tartozik. Szóval, nézzük hát, ha jött azóta a másik ajánlat. Nem. Hát akkor fejlesztek én magam egy kis fiataloknak szánt 3D-s autós szimulátor Gamelingre, 3D-s engine-nel. Racing szimulátor az jól működik, de Gamelingen is? Azt megnézem. Ugye Gamelingen a szimulátor működik-e? Gamelingen, ez a fiatal, nem. Itt van, hogy Gamelingen, nem működik a szimulátor jól. Az RPG nagyon jól működik a Gamelingen, akció is. Lehet, hogy akkor akcióautós játékot fogok. Vagy casual, az is működik, nem? Igen, az is. A casual autós játék az király. Na, elkezdhetem például a Burnoutot. Nem Burnout lesz, hanem Burnout. Hú. Mortal Kombatból lesz egy videó? Valószínűleg lesz. Azzal, hogy... Sőt, biztos, hogy lesz, mert... Kevés olyan játék van, amit annyira várok, hogy előrendelek, de mondjuk a Mortal Kombat ilyen többek közt. Úgyhogy, abból lesz. Visszatér a játékra. Kis Young Racing Casual Gaming, igen. Mit is akartam, mit mondtam Ilszenek? Igen. Burn, not. Ok. Small Young Racing Casual Gaming Engine. Let's do it. 3D grafika V1. Nos, casual. Kusizzuk meg, hogy mi a important a casualnál. Hát csak a gameplay. Story. Kukába. Engine. Kuka. Nem tudom, egy autós játéknál. Ja igen, és megjelentek ezek a cuccok, számok, amikből most nem akarok hülyeséget mondani, mert lehet, hogy tévedek, viszont azt hiszem ezek azok, hogy mennyire jó. Szóval, hogy ezeket mindig érdemes úgy fölvinni 100-ra, hogy azért még ne... Szóval, hogy ez... Tudom, hogy most nem érthető, amit mondok. Ja, igen, itt ugye több irányítást berakunk, hogy mindenki amivel akarja, azzal mehessen. Szóval, hogy ugye az, hogyha sok mindent bejelölsz itt, hogy megpróbálom illusztrálni. Ugye levittem a munkaidőt teljesen, alig fordítanak rá időt, ami azt jelenti, hogy a story és a quest csak 50%-ig lesz rendesen megcsinálva. Viszont ha mondjuk kiveszek valamit, például a cutscene-eket, akkor már is kész lesz teljesen. Ez azt jelenti, én értelmezésem szerint, hogy ez 50% azt jelenti, hogy ugye minél több ilyen van, annál több munkát kell belefetszölni, és hogy mennyire lesz az rendesen megcsinálva. Úgyhogy érdemes fölvinni addig, hogy pont száz. Meg lehet ez majd a későbbiekben lesz nagyon fontos, amikor már nem fogod tudni semmilyen körülmények közt fölvinni 100%-ra, és választanod kell, hogy mit raksz be és mit nem. Most még ugye mindent itt be lehet pipálni, hogy elmehet be, most még úgyis ki tudják fejleszteni. Úgyhogy ez most még nem para. Na, dolgozzatok emberek, dolgozzatok. Na, a Pokémonem kikerült a piacokról 111.500 példánnyal, 810.000 haszonnal. Az, hogy több nagy hasznokat hozok, de úgy nagyon fogy a pénzem. Jó, mondjuk fejleszgettem motort, meg elküldtem trénelni, meg ilyenek, de akkor is ez nagyon fogy. Nem kéne ennyire fogyni, ja, azt így. Na mindegy, plusz-plusz hullám. Vagy hülye vagyok, most nem RPG-et fejleszek, nem casualt, akkor mínusz-plusz-minusz, ismételtem. Casualt a legegyszerűbb, annak van a legtöbb mínusza. Vinni. Ez meg is van oldva szerintem. Nagyon rámegyünk a dizájnra. Hú, ilyen dizájn lesz. Ha itt picit följebb veszem, ne legyen azért annyira hülye alja egy autós játéknak. Jó, mondjuk ennyit arról, hogy a Need for Speed-nek a mai napig iszonyatosan idiót alja van. Na mindegy. És végül mínusz plusz plusz. Tényleg, hogy csináljak médium játékokat, mert többet lehet elkezdeni, az első néhány nem megy. Igen, ezt mondtam, azért nem megy az első néhány, mert valószínűleg nem kiadónál csinálta az illető. Ha kiadónál csinálja, akkor az első néhány is már jól mehet. Viszont nem találtam olyat, ami tetszene kiadótól, ezért nem csinálok, azért csinálok most kis játékot, nem pedig közepest.
És magamtól meg ugye túl pici vagyok ahhoz, hogy közepest, aztán 100 000 fonttól javaslott magadtól közepest csinálni. Szóval mi is van itt? Minus plusz plusz, igen, minus plusz plusz, minden feltalva, oké. Open world. Még a world design azért kell egy autós játékhoz, hogy jól ki legyen dolgozva az open world. Na mindegy. Legyen így. Kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogják fogadtatni, eléggé összecsapottnak érzem én. Látjátok, már elkezdtek fáradni, úgyhogy ezután egy picit pihentetem őket. Nagyon remélem, hogy ez siker lesz, mert ha nem, akkor viszont szarül lesz. Pénzügyileg legalábbis. Technikailag elég jó. Na, a grafika fejlődött, annak örülök. És hát nézzük. Nézem addig, hogy van-e valami azóta, ami érdekes, nem. És na, változzatok. Na, nézzünk, hogy hogy értékelik. Ja, visszaállt az átlag kerékvágásba a piac. Na, hol van az értékelés? Itt is az értékelés. Burnatomnak... Hát, ott. Ott. Néhol. Jó. Igen, hát igen, körülbelül ilyen is észrenyitottam. Na, kaptam egy hetest is azért végén, egy gyönyörűt. Menjetek vakációzni. Aztán nekem használhatatlanok leszik, addig a fő karakteremet pedig hát vagy research-olok vele. Marketinget elkezdjem, vagy nem, inkább ilyeneket kéne fejleszteni, mert nagyon kicsi a választási lehetőségem. Ezt elkezdem. Hát nem mondanám, hogy túl jól megy a burnatom. Pedig elég drága volt. Pokémon jól ment, az Ario is jól ment, ember annyira nem hűnőszem. Mutated az jó volt. Nem, bár az ugye PC-re jobb a stratégiát, nem Game Boy-ra. First Fantasy, hát igen, az volt ugye a robbanó siker, ez kell lennie mindig. Úgynek, na, visszajöttek az ember kéim. Csinálunk egy-két ilyet addig, hogy teljesen... Oh, ennyi van csak, akkor nem csinálunk. Lehet, hogy mégis el kéne valamit fogadnom. Csak most ezért nem akarok konzolt venni. Amit jogokat konzolfejlesztésre. Ajjajjajjajjaj. Melyik weboldalon nézem ezeket a minusz plusz összeket? Hát a Wikin. Bármit keresel, bármilyen játékról, megtalálod a wikién valószínűleg. Beírod, hogy Game Dev Tycoon Wiki, Google első vagy második találatpont. Úgyhogy... Nem fogadom le ezeket a hülye ajánlatokat, akkor inkább még szenvedek egy picit kis játékokkal. De miért nem enged folytatásokat csinálni, basszus? Ha már van egy játékom. Már folytatásokat akarok csinálni. Mert a folytatásokban az is jó, hogyha egy jó játékot folytatsz, akkor alapból nagyobb lesz az érdeklődés irányta, meg a már meglévő fanokat áthozza. Szóval, hogy sokkal nagyobb, ha egy jó játéknak csinálsz folytatást, akkor sokkal nagyobb hype-ot fog kapni, sokkal többen fogják megvenni, még akkor is, hogyha szarabb lesz egy picit. Úgyhogy... Úgyhogy a folytatások mindenképp jók. Na, tartok egy-két perces WC és ital és egyéb ilyen szüneteket. Addig megírhatnátok kommentekbe, hogy mit csináljak. Milyen játékot fejleszek. Addig kirakom ide a chatet, hogy mindenki tudja olvasni. Szépen. Na, akkor pár perces szünetecske, addig ti is gondoljátok, elmentek és írjatok jó kis ötleteket, hogy milyen platformra, milyen játékot, kiknek, milyen összekombózással, blablabla bla, csináljuk. És hát addig is a BRB. RPG Fantasy jó, csak abból már nem egyet kiadtam. Meg azt majd még fogok adni, de nem most. Evolution RPG-t. Az se rossz mondjuk.
Azt majd akkor kell, ha RPG láz van. Cheat, az nem rossz, egy shootert lehetne csinálni. Valamilyen jó kis retro shooter. A Doom-ot! Az első 3D shooter. Haha, haha, aztán meg valami lesz. Kocsmai játék, City-s játék. Megvettem, vagy letöltöttem, nézd meg a gyíket is, meg tudod. Sport, sokan írogatják. Igen. Stratégiai. Igen. Valószínűleg elsőnek valami jó kis shootert fogok. Valami... Doom-ot. Na jó, nem, de... Aztán majd csinálok sport is. Amúgy. Mármint Evolution játékot, meg ilyeneket, de... Egy ilyen lőre nem. Fölpillantok a wikire. Ugyanis azt hiszem a shootereknek annyira mondjuk nincs nagy... nem annyira közkedveltek a fiatalabbaknak, a gaming viszont csak a fiatalabb korosztálynál az. Úgyhogy akkor azt nem gamingre kell csinálni, hanem például PC-re vagy... Vagy valami olyasmire. Nem tudom, melyik legyen az első konzol, a Play System lesz szerintem az első konzol, amit így megveszek PC és a gamingen kívül. Igen. PS, PS2, az Mbox. Mbox 3-atlan, PS3. Hát igen, ezek úgy az igazán jók. Meg hát majd itt az új generációs. Na mindegy. Igen, itt van, mit akarok én most éppen? Mit mondtam, egy akció... Militári akciót. Gamelingen jó az akció. Akkor egy fiataloknak egy lövöldözést, nem bár mondjuk. Igen, mondjuk olyanokat nem tudok beállítani, ugye, hogy... Hogy mondjuk milyen tipsz, vagy mondjuk militerek is jó az akció. És az minden korosztálynak? Nem, az csak EM, igen. Szóval, hogy olyanokat nem tudok beállítani, hogy horror játék legyen-e, vagy sem, vagy ilyenek. Nézzük meg, hogy a PC az elkezdette már növekedni, vagy még messze nem. De már növekszik 17,4. De egyelőre egyértelműen a gaming viszi a pálmát. Viszont az elvileg csak a fiataloknak a közkedveltje, viszont ettől függetlenül megkísérlek egy mindenki általi játékot. Remélhetőleg nem fog nagyot bukni. Legyen egy Boom 1. És akkor mindenkinek kisköltségvetésű militári akció. Gamelingen 3D-s engine-nel. Next 3D-s grafika. És akkor lesz do it. Csetet visszarakom, hogy lássam. És ja. Mi ez a spór őrület itt a közönségben? Plusz, plusz, minusz. Aztól itt azért felvisszük úgy, hogy a 100-at elérje pont. Na, bejelentette a Vena. Új játékkonzolt 2 hónap múlva. Vena Oasis. Még ez is elég király. Csak nem akarok erre új motort fejleszteni. Szóval szerintem majd a következő alkalom, amikor én nagy beruházást teszek, az a PS1-re. Arra majd fejleszek külön egy újabb motort, jó drágán. És akkor majd arra lehet itten. Minusz, plusz, plusz.
Nem plusz plusz, jól is már beállítva. Hát ez a Burnout ám szerepel túl jól, 50 ezeret nem ért el. Kár. Ja, 42 ezer és 300 ezeret termelt. Technológiai rekord, egy-két dolog fejlődött. Hát semmi különleges karakterből kessent tudok mostantól fejleszteni. Na nézzük az értékeléseket. Hát nem néznek ki egyelőre jól. Remélem a többi jobb lesz. Hát 5-6-5. Láttunk jobbat is. Voltak pillanataim. Hát elég gyenguska, egy 5-ös átlag értékel is. Remélem legalább az árát visszahozza. $250-be telt. Oh my god, nem tudom ezt, hogy fogja visszahozni. Volt ilyen baromi drága. Ja, tök sok irányíthatósági szart benne hagytam, itt nem kellett volna. Basszus, tényleg most jut eszembe csak. Ah, ez most cumi lesz. Nem kellett volna ennyit költenem a fejlesztésre, sokkal olcsóbban ki lehetett volna hozni. Hát igen. Ezt most ilyen tutoriálként írjam, úgyhogy nem jó, de ezt tudtam, amikor megcsináltam. Csak megnéztem, hogy hát ha így is megy, de hát nem igazán. Japp. Hogy állnak a platformok? 23, 18, 17, 15. Nem tudom, oázisra vegyek jobbokat? Azon gondolkodok. Mikor jön ki az oázis utána? Nem ez kell nekem, hanem ez. Szóval a oázis, szupertes. És az a baj, Venom az isre is ugyanazokat lehet fejleszteni kb. Mint Gamelingre, úgyhogy fölösleges vennem. Mondjuk a Play Systemre is, de az ugye már sokkal fejlettebbek, az nagyon elterjedt, pláne a kettő majd. Hát nem is tudom. Itt igazából ugye a legjobb platforma a PC, az mindent elbír. Hát mindegy, majd eldől, hogy mi lesz és hogy lesz. Ja, megnézem addig, hogy miket ajánlanak most. Na. Városos játék, ajaj. 5-ös kell elérni, a medium nagyságú. Az EA-től. Electronic Mass-tól. Hát, az jól hangzik. Ezek a hardcore játékosoknak kell csinálni egy bármilyen játékot, ami médium és minimum 6-ot ér el. A stratégia, egy jó hardcore stratégia egy PC-re mondjuk lehetne. Itt 130k a bünti, ha nem csinálom, meg itt csak 95. Ezt fogom szerintem, csak a City az még nincs ki researcholva, úgyhogy ezt még meg kéne ejteni, remélem már meg tudom, megbíza. Hogy hát első médium játékom, kíváncsi leszek, hogy sikerül. Pláne, hogy ilyen témába lesz, mint City. Az azért nem egy egyszerű téma, nem a legfelkapottabb téma, messze nem. Picit lepauzoljuk. Nézzük meg, mit lehetne City-n. Hát nem sok választásom van, szimulátort vagy stratégiait. Szerintem egy stratégiait fiataloknak Gamelingre fogok kiadni. Vagy a stratégia nem működik, a Gamelingre nem működik. Akció, RPG, casual. Cityben van ilyen? Nem, nincs. Pont azok pirosak. Pont azok pirosak. Akkor viszont ezt nem Gamelingre kéne kiadni, viszont más platformok nincs, ami túl
izé lenne most. Hiába mennék Venovázist, az is ugyanezeket bírja, ja? Sőt, kevesebbet. Hát maradhatna a PC, csak ott meg pici nagyon a tábor most. Míg Gamelingen 23, addig PC-n 15. Azért az szép nagy különbség. 8%-os különbség, több mint 8%. Na mindegy, függetlenül akkor belevágok szerintem egy PC fejlesztésbe majd. Egy City játékban. Vagy mi volt még a másik, ami tetszett? Fantasy stratégia, várjunk. Jó, Ubisoft, ami a Ubisoft. Szóval, Ubisoft felajánl egy, az a baj, hogy hetet kell elérnie, és az első médium játékra elég húzós. És ha nem ér, mert 300 000 büntetés. Pedig fantasy stratégia jó. Na mindegy, egyelőre akkor összehanyagolom. Ez a Electronic Mass-től 5-öt kell elérni, annyit valószínűleg azért el fogok tudni, és ha nem, akkor sincs hűden, hogy büntetés. Egy médium méretű. Városos játék. És akkor még volt ez, 6-ot kell elérni hardcore játékosoknak bármiben. Jó, jó legyen ez, szóval kifejlesztettem ezért a Cityt. Ugye... mindenkinek médium játék. Az a baj, nem tudom, hogy van elég emberem egy médium játékhoz. 3 ember egy médium játékhoz, az mondjuk baromi kevés, mert 7 beosztásra kell rakni. Az azt jelenti, hogy valakinek 3. De mindenkinek legalább 2-ben, túl leszek terhelve. Megnézem, hogy mire kell ráfeküdni. Egy... milyen játék az, amit éppen gyártok? Stratégiai? Ja nem, bármi lehet Cityn belül. Hát ugye mondjuk gondolom a szimulátor vagy stratégiai az, ami jó mellette. Igen, szimulátor stratégiai. Mi legyen? Nézzük meg, melyiket egyszerűbb gyártani. Szimulátor és stratégiai. Konkrétan tök ugyanaz a kettő. Úgyhogy igazából teljesen mindegy. Nagyon melyikre van jobban kereslet? Nem ez kell nekem, itt lent kell? Nem ez kell. Na mondjuk ilyenek vannak, ilyen apróságok, hogy a stratégiánál például az engine-re és az amire elég csak 80-at pakolni. Úgyhogy stratégiai lesz. Úgyhogy, hát mondjuk, hát nem, legyen szimulátor, mert a SimCity is ugye szimulátor elvileg. És nekem majd volt egy olyan játék, másikban az jó nesik el lett, hogy Sims. Sims helyett, de legyen akkor a Soms. És akkor SimCity. Szóval Medium, mindenki, City, Simulator, Platform. Ez ugye PC. Big Engine, Run Engine 3D. Jaj. Nos. Biztos, hogy minden jó. 3D-s grafikát. Hát kíváncsi leszek, hogy hogy fognak megbirkózni az alkalmazottak ezzel. Na és igen, itt van az, amit mondtam, hogy ugye nézni kell a százalékokat, ugyanis bejött az, hogy ki itt hova rendelek. Ugye ez a táblázat, amit itt följebb van. Ez most lép érvénybe, médium játékoknál, hogy mire ki kell. Az engine-re, a gameplay, bla bla bla. Ugye... az engine-re 20-80-as arány kell. Ami szóval, hogy 20 design, 80 ez, úgyhogy ide ő lesz. Ez ugye 80%-ra kell. Várjunk.
ehhez visszamegyek, mert ez kell nekem most, ez... 80-100-0. Sztorit ugye le kell vennem, viszont ilyenkor csak 50%, úgyhogy a Kaskineket kiveszem, és akkor már is jó. Lineáris sztori, marad csak bent. Szóval, igen. Ez így jó, akkor ez kb. 80%. És akkor ugye ez Ben Silverman csinálja. A másik a gameplayhez 80-20 kell. Úgyhogy azt Erik. És ezt is Erik. Igen, az a baj, túl lesznek terhelve, egy 4 ember kellett volna a médiumhoz. Aja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 j
És akkor mindent, ugye mondjuk nem, mert például ilyet nem kell csinálnia, kormányt, az egy autó vagy ízés játékhoz kormány ne legyen, hát többi ez maradhat. Save game, sima sztori. Let's do it, guys, let's do it. Szépen gyűlnek a bugok. Na, a boom egyem kijött piacokról, hát elég silányul szerepelt. Még eladásban annyira nem is, de termelni alig termelt valamit. Szóval, next. Az 0-180. Dialógusok 0, ez 100. Ez kb. 80. És akkor ide mik kellenek? Kell egy ide egy 40-60. Ezt én fogom helyettesíteni. Ó, basszus, viszont várjunk. Az a baj, hogyha most ide magamat rakom be, akkor az utolsó háromra, mind a háromra magamat kell beraknom. Mert azok is ilyen arányúak. Szóval, hogy a 0-180-ra is magamat kell berakni, ami baj. És milyen mondjuk, ha a 8 a hangra majd nem magamat rakom, az egy 60-40-es, hanem őt, vagy bocsánat, nem őt, hanem őt, Eriket. Kevés, igen, tényleg nem kellett volna belekezdenem, kellett volna előbb még embereket fölvenni. Nem, a level designt ő fogja csinálni, mert az elvileg 40-60-as munka, de őt másra már úgyse tudom használni. Ja, de hülye vagyok, az AI-t is neki kell csinálni, mert ez 20-80. Hát 130, túl van terhelve. Csak az a baj, hogyha magamat ide rakom, akkor meg én leszek túl terhelve a következőnél. Na jó, legyen így. Most nem tudom. Dialógusokat egy picit feljebb húzom, hogy kevésbé legyen túlterelve a csávóka, mondjuk így 120, az még pont jó. Ja. Na, a garda fejed ember dolgoz. Akciójáték éppen populáris. Hát jó, nekem nincsenek akciójátékaim. Vagy most éppen azt csinálok. Jó sok research pontom van, ezt majd lehet költeni a fejlesztés után. Nem igazán gyűlnek a buborékok, az itten a probléma főként. És akkor hát ide... mind a háromat neki kell fejleszteni. Ez pont 100%. És az elosztás pedig... 0-180. 0-180. Kb. Várjunk, ha mondjuk ide valaki mást, ezt most kiréglásra rakom. Beállítjuk. Mi ez, hogy 50? Na mindegy, hagyjuk. Kérni. Ja, hát igazából akkor ez így meg is van. Lássuk. Hát nagyon gyenguskán gyűlnek a pontok. Azt hittem, hogy 40-50-et el fog érni, de még 30-at se nagyon, vagy azt is csak éppen, hogy... és még szedjétek ki a bugokat. Ja,
tényleg a szimulátor és stratégiai térek, de igazából mindegy, mert szinte ugyanaz a kettő, úgyhogy olyan szempontból nincs különbség közte. Ja. A boom egynek, na igen, ez történik, ha nem szedik ki az emberek a bugot. És hát nem szedjük ki a bugot, hogy vannak benne föl nem fedezett bugok, amikor kiadtuk. És pár vásárló emiatt bizony. És hogy ezt ki tudom javítani. Pénzbe és időbe kerül, viszont feneket hoz a ház, hogy hoz, ha kijavítjuk. Mindegy, ezt viszont kiadom, és akkor ezután kijavítom. A technikailag annyira nem hű, de nagy szem, de nagyjából jó. Sok level up-ot kaptam most. Mert mondjuk elég sok XP-t ért ez azért, és ugye még 1,6-szoros szorzó is. Vagyok is. Ja, viszont ha fejlődik egy alkalmazott, akkor sajnos a fizetése is. Úgyhogy mondjuk annyiban megéri, hogy sokkal jobbak lesznek tőle. Na, megjelent a kettős grafika, és az AI. Hát, mennyinek kell lennie? 5-nek vagy 6-nak? Remélem 5-nek, mert az 5 az valószínűleg hogy lesz. Talán a 6 is, ha ez most 6-nál, ez 7, á nem, ez nem lesz 7-es. Remélem 5-nek kell lennie, nem 6-nak. Remélem az 5-öst fogadtam el. Azt hiszem azt fogadtam el, de nem biztos. Mindjárt megkapom az üzenetet, hogy melyiket is. Wow. Na ez történik, ha nagy kiadónál adott ki, nagyon erősen pörögnek föl az eladások, pedig annyira nem is lett jóra értékel, és látjátok, üzé félmillió el is ment egyből. Igen, elérte a megfelelő, hogy hívják ott, úgyhogy kaptam érte, hát ilyen reputációt náluk, meg egy kis extra löketet is. Úgyhogy végül is király. Na jó, hát ez végül is most egész jól hoz. Ó, basszus, tényleg elfelejtettem a patchet kiadni. És már nem lehet kipecselni, francia meg, ez ki kellett volna. Ez baj. Baj. Pedig most még pénzem is lett volna pecselgetni. Végül is amúgy azért annyira nem volt gáz. Ki volt túl terhelve? Egyik srácnak 120%-ot kellett csinálnia. Bennek, vagy Eriknek. Hú. Nem tudom. Hogy kinek volt. Nézzünk, most meg... Na, végre egy izé, Ninven, vagy egy... Mi az, gaming megbízás? Egy nem szeretem a kalózos játékot, azt nem csináljuk. Bármilyen adventure Capcomtól, és 4-et kell csak elérni. Na, ezt meg fogom valószínűleg csinálni. Ez király. A Capcomtól, bocsánat. Hát ez a másik két konzol meg nem érdekel, meg úgyis magasak 8-as. Esélytelen. Szóval, bármilyen adventure játékot tudok. Mondjuk most éppen az akciójátékok mennek, ugye a piacon itt írja a jobb felső sorokba. És olyan szempontból az jobb lenne most. Csak nem tudom, hogy belekezdek most egy akciójátékba. Mondjuk gamlingen jók az adventure játékok egyáltalán? Nem is jók, francia nyomeg. Áú! Közben bevertem a lábamat. Szép volt. Nem tudom, hogy most fejleszek-e magánfejlesztésbe egy kisméretű akciót, vagy pedig menjek bele egy nagyobb méretű Capcom játékba. Mondjuk annak nagyon kicsi az értékelése, 4 pont a szinte... Az, hogy ezt elég könnyű elérni, az valószínűleg... az meg lesz minden körülmények között.
viszont nem tudom, hogy, hogy megéri-e most abba belemenni. Mert drága, meg aztán... Értitek? Nem szeretem, amikor a típusa is meg van határozva, az, hogy a második fele is. Az jobb, hogyha meghagyják nekem szabadon, és csak az, hogy milyen topik, azt választják meg, azt jobban szeretem. Nézzük meg, hogy hogy állnak most épp a platformok. 23, 19, 17, 16, a PC tör fel szerencsére, az jó. Mert arra jó fejleszteni, mert olcsó is, és minden cuccot támogat. Minden korosztályt, minden játéktípust, és olcsó is ráfejleszteni, úgyhogy... Belevágok ebbe szerintem. Hogy ne, hát hogyan. Négyet biztos elérem szerintem, bár ugye az Adventure nem jó gamblingre. Színek, hogy benne kellett sokat dolgozni. Tényleg, amúgy kéne ezeket fejleszgetnem az emberkeimet. Neki például a dizájnt, visszamegyünk a wikire megnézni, ezt elfelejtettem, pedig az fontos, hogy jó arányban legyenek. A design az... Game design, ó. Oh. Ok. Neked... Neked technológia kell. Ami a kód. Nekem pedig mindkettő. Nem research, train. Game dev. Oké, hát amíg itt ti tanultok. Na, azért jól megy a SimCity-m. 1 milliót el fog érni szerintem. Kb. Pont. Az azért király. Ja, szépen is hoz eléggé. 500-as profit eddig. Ilyen boom az bukott? Hogyhogy? Ja, mert baromi drága volt. És már nem adtam ki rá patchet, igen. De pláne kellett volna rá patch, na mindegy. Ti trénálgassétek magatokat szépen felfele. Két ilyen munkát addig így átvezetőben vállalhatok. Barom is a research pontom van, mondjuk azt el tudom költeni ugye vagy trainre, vagy pedig researchre. Erre a kettőre. Yeah, 1 millió példányt adtam el. Na, király, azért jó volt ez. Igen, ezért érdemes nagy kiadóhoz menni, mert... Mert hát az rendesen megdobja az eladásokat, még akkor is, ha rosszabb a játék. Az a baj, hogy ez ugye nem véletlenül 4 a minimum score-ja, mert ők is tudják, hogy az Adventure az nem illik gamblingre. Nem tudom, miért szorgalmazzák mégis. Nem tudom, hol marad. 2-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 
És akkor... Mondom, akciójátékba is belekezdek, akkor szerintem nem érek időben a végére. Megpróbálkozok saját fejlesztési médium játékkal, csak abban nagyon könnyen beletörhetek, ha nem lesz baromi király. Na, ha nagyon király, akkor eszméletlen nagyot vele lehet kaszálni, lehet, nem tudok beszélni. Viszont, hogyha belebukok, akkor az viszont nagyon nagyobb bukok.
Szóval ott hatványozottan igaz mind a siker, mind a bukás. Lehet kéne egy... Mégis ha csinálok egy jó minőségű médium RPG-t gamelingre fiataloknak, azzal nem bukhatok nagyot, mert ez nagyon jó kombó. Szóval látjátok, ez is az utolsó RPG-m, az hatalmas siker lett. Itt is ez is RPG, összes RPG, wow, igen, ez hozta a nagyettő, szóval az RPG-k azok jól el tudnak menni, nagyon. Ez is RPG, ez is viszont jó ember, kicsit kisebb, de nagyon sokat hozott. Igen, szerintem leszek bátor. És belevágok egy saját fejlesztésű médium címnek. Igaz, még csak 15 000 fanom van, ami messze kevés, de ha jól sikerül, attól még az nagy siker tud lenni. Nem tudom, milyen RPG legyen. Amúgy fantasy, sci-fi, azok ugye a jó RPG alapok. Gameling egyértelműen, arra jó nagyon a RPG. 3D engine, fiatal, médium és... Sötét a képernyő, ennek nagyon örülök. Hát nem tudom, nekem jó, hogy páran írják, hogy visszajött, úgyhogy oké. Evolúciós. Na, megcsináljam tényleg a sport. Evolúciós RPG. Az mennyire működne? Ezért. Nem ez, nem is ez. Ja, gamblingen az RPG. Hatványozottan jól megy. Ugye fiatalok, jó, ezeket tudjuk. RPG-hez mi kell? Mindegy, azt majd kitalálom menet közben, vagy kit hova osztok be. Valószínűleg most is valaki 100% fölött fog dolgozni, de hát ez van ugye két ember esetén. Viszont most még annyira nem állok jobb pénzügyileg, hogy fölvegyek még többeket. Szóval igen, itt akartam, hogy mit akarok, Evolution-os cuccost. Evolution megy RPG-vel? Hát szó. És bármilyen korosztály. Oké. Hát mondjuk annyira nem para, mert a hullámjel az még azt jelenti, hogy nem rossz, hogy az még egész jó. Persze mondjuk akkor nem kapok plusz 20% XP-t a Great Combo-ért, de attól függetlenül még lehet jó. Úgyhogy az nem baj. Még ti akartok ennyi? Á, mondjuk lehet, hogy nem kéne, és maradnak inkább a beváltnál. Igen, mondjuk most nagyon sok van a tétel, most igazából ezen a játékon bukik az egész cég, ha bukik. Úgyhogy inkább akkor maradok most még valami bejáratotnál, és akkor majd evolution-ös cuccost később. Fantasy lesz szerintem. Az olyan jól bevált dolog. Egy fantasy röpege. Jap. Úgyhogy legyen Diabó. Medium, Young, Fantasy, RPG, Gambling, Run Engine, Next. 3D, Next. Ja, de ti még nyaraltok? Na mindegy, most jönnek éppen vissza. Kijön a Super Tefs konzoljuk, nem sokára. És jónak néz ki, mindjelő. Fizetesként. Nos, és akkor most jött ugye az egy elosztás. Maradjon ugyanaz, mint előzőleg. Már mint az emberek elosztása. Ez attól is függ, hogy mennyire kell, hogy elosztani. RPG az minusz plusz.
Igen. Story itt mehet. Engine a safe game. Kormányon kívül minden mehet. És akkor Erik kiesett, és akkor a másik kettőt, azt a másik kettővel kell. Ugye az utolsót azt végig sogyka fogja, akkor a következő. Erik amúgy milyen arányban van? Várjuk, az pont nem jó. Hülye vagyok, nem Erik kell nekünk, ő az, aki kiesett, hanem Ben. Ugye Ben van az egy ilyen 10-90-es arányban. Hát, az baj a következőt is. Igen. Az a probléma, hogy a következőben is Eriknek kéne ügyeskedni. Mert ott is van egy 90-10-es. De várjunk, az mennyire fontos? Mennyire fontos? Hát, ez a baj nagyon. Hogy osszom el? Hogy osszom el? A 40 következőnek a level design az 40-60. A 40-60-ra bent fogom rakni egyértelműen. És a 20-80-as AI-ra is. Viszont a dialógusokra, azokra Eriket kell raknom. Ami azt jelenti, hogy Erik az ilyen 130% körül fog majd. Ami már para egy picit. Picit az engine-t fölviszem, hogy 80 legyen csak Eriknek, és akkor úgy már jobb lesz így. Igen. Hát jó, akkor ez lesz, nem tudok mást. Jó lenne Erik, ha visszajönnél. Na, dolgozzatok. Ahó. Ahó. Azért. Ügyenek a buborékok. Szóval, következő. Jajajajaj. Ugye ezt mindenképp Eriknek kell, a másik kettőt Bennek. Igazából kb. Ez most jól is be is van lőve így, mint a kettőjük 100-100. Csak hogy ezt nem így kell, hanem picit át kell állítanom, ugyanis plusz-plusz hullámnak kell lenni. Nem pedig hullám plusz-plusznak. Plusz-plusz hullám. Mondjuk 120% még talán annyira nem para. Talán annyira. Ami hát tőleg az még így nem lesz túl megterhelő. Reménykedünk, mi bízunk benne, Derik. Erik az melyik? Jó, mondjuk ő elég jó statokkal bír. Oké. És az utolsó, hát azt mindenügyüket én csinálom. Elosztás pedig... Plusz-plusz hullám. Kb. Alright. Hát igen, ezen a játékon most sok múlik, mert ha ez bukik, akkor az magával rend, hogyha a céget már most félmillión eltartok, de mire kijön a játék, talán az alá is lemegy a pénz. És onnan már nagyon nehéz fölkúszni. Úgyhogy hát nagyon reménykedem benne, hogy ez most jól fog sikerülni. Hát mondjuk pont nem jókor adja ki az új konzolt a Nintendo. Na, fejezzük be. Technikai adatokban, dizájnban jókat döntöget. XP szorzom sajnos nincs. De miért nincs? Az RPG fantasy az jó kombónak számít, nem? Az kéne itt lennie. Hát nem tudom, félek. Na, tudok ezzel tusztereót is fejleszteni. Na, legyenek jók az értékelések. Minimum egy 6-os 7-est el kéne érni. Annál rosszabb, akkor az para. Jó lenne a 8-9, akár 10 is, de egy 7-es alá. Na, egyelőre király. Még egy picit föl, 9-9. Na, fölfele. Ne egyen meg titeket. Hagyjatok 9-et. Azért. Hát oké, annyira nem rossz. Annyira nem rossz. Picit rosszabb, mint 8-7,75 talán kb. 7,75. Viszont baromi drága. Volt. Nagyon remélem, hogy visszahozza. Ne szívass már.
40 ezer az első héten, hát ebből nem lesznek nagy eladások. Jó esetben 2-300 ezer. Nem mindegy. Na, megérkezett az első meghívás az E3-ra, vagyis hát itt nem E3, hanem G3. Igen. Oké, nem annyira rossz. De... hát ez az éppen hogy csak kategória. Csináljunk egy-két ilyet. Ha még mennek az eladások. Addig is ezek legalább picit csökkentik a számlát, mármint a... Hát viszonylag jól megy azért, annyira nem rossz a helyzet. Oké, hogy annyira nem rossz így. Majd ezután akkor megnézem, hogy éppen most milyen ajánlatok vannak kiadóktól, hogy találok-e valami szimpatikusat. Nézzük, erre nem fejlesztek. THQ-tól egy 7 pontot elérő valamilyen casual játékot. Super TS-t nem biztos, hogy akarok venni. Evolution-st, na itt a spórotok. Meg akarják csináltatni. Super TS jó, Evolution stratégiaival? Igen. Super TS, hát az nem jó stratégiaival, akkor nem vállalom el. Hát akkor bizony nem vállalom el. GS, a GS az mi? Ja, DS. Nintendo DS. Oké. Mi van még? 4 pontos. Venoazisra. Material Arts, igen. Gentchener, nem. Nem tudom, annyira nem. Mondjuk ez nem biztos, hogy rossz. Valamilyen casualt kéne, bármilyen platformja. 7-es, csak az vagy a 7 azért az húzós. Az nem biztos, hogy meg lesz, és ha nem, akkor 150. Mondjuk az annyira még nem is durva a büntetés. Szóval minden platform alatt gamelink. A gamelinkre lehet fejleszteni casualt. Lehet, hogy ezt elvállalom. Valami gamelinges casual játékocskára. Legyen. Fiatalok, médium. Nevet majd adunk neki. Topic. Milyen casual? Autós casual. Vagy... Gamelingen mi az, ami jól működik? Úgy valami, ami jól működik casual-al. Airplane. Comedy. Dance. Fantasy. Még egy fan... Nem fantasy. Divat. Oho. Material art. Movie. Music. Race. Hát igen, racing lesz. Ritmus. Sport. Vagy sport? Rég volt már sport. Sport az jó a kicsiknek is, nem? Mármint, igen. Lehet, hogy egy casual sportjáték lesz. Ja. Na, mert a racing az talán jobb, nem? Nem gondoljátok, de legyen racing. Racing? Aha, nagyon szar volt. És, ja. Akkor legyen a neve meg. Need more speed. Blick.
Gamelink. Run Engine 3D. És 3D. Let's do it. Na, hajrá srácok, rajtatok a világszeme. Azért egész jól ment ez el, 2 millió fölé visszadobott a Diabóm. Hiába nem kapott új értékesek, hiába nem volt lemarketingelve azért. Na mondjuk azért, de egész jókat kapott, na mindegy. Szóval... Kazuán... Szóval, minusz plusz minusz. Japp. Még a sztorit annyiba meg kéne hagyni, hogy 100 meg legyen. Az engine-t is picit följebb lehet vinni. Kb. Annyira, mint a sztorit. Hogy Eriknek ne legyen a nyomkája, mert hát ugye őt kell majd még a második fázisban is alkalmaznom. Azt hiszem, vagy bent. Várjunk. Nem, Eriket kell, igen. Mindegy, 79%-a van, az pont jó talán, hogy... Az hogy lehet, hogy 80 és 21%? Az tudomásom szerint több mint 100. Mindegy, 80-20. Ez így jó, sztori pont megvan. Ja, és persze ezt is kell. Egy autós játékhoz legyen már kerék. Vagy mi ez, kormányirányítás? Okay. Csináljátok, srácok, de ne a bugokat. Megjött az első Play System prototype, de ugye ezt vissza fogják hívni aztán, és majd lesz egy másik. Hú, és már CD-je is lesz, azt a devolúcióval végét. Micsoda innováció. Az első CD-s. Most jelentik be, hogy eltörölték a projektet, és új konzolon dolgoznak. Ja. Hát igen. Szerintem csak annyi, hogy eltörölték a Play Systemet. RPG game, hát basszus, miért nem hozni. Na, és most itt az első E3. Ahova rávehetek, hogy mennyit áldozok a színpadra. Ugye ez elég sokat számít a fanok gyűlésén is, meg a színkivel. Egyelőre én még kis cég vagyok, úgyhogy csak kis színpadot veszek, ami csak 80k. Közepes az 500, a nagy pedig 2 vagy másfél millió. Hát ugye én még kis cég vagyok, úgyhogy kis színpadon szerepelünk, de már megyünk legalább a G3-ra, vagyis hát E3-ra. És az pláne jókor jött, ugyanis ha 5. hónap végén van, azt hiszem 6. elején, mint ugye az igazérbe is, akkor még pont nem lesz kész a játék, vagyis be tudom promózni, és akkor lehet majd hype-ot gyűjteni köré. Na szóval a második. Casual. Minusz plusz minusz. Dialógusokat. És majd itt levesszük, és hát ez nyit. Picit felvisszük, hogy 100-100 legyen. 100%. Ja, de ezt is a Ben Silveron csinálja. Na mindegy, attól még akkor felvisszük így. Kb. Utolsónak meg pedig majd minusz plusz plusznak kell lennie. Na, a Diabóm kijött a piacról, közel 2 milliót termelt ki, ami... Ahhoz képest, hogy nem kapott olyan kiemelkedően magas szkórokat, egész jó ez a 2 millió. Sima az utolsó, minusz plusz plusz. Ennyi, igazából. Na és, milyen gyönyörű, ezt nézzétek gyerekek, de kicsi.
cseszettül király vagyok. Mindenkit pont tökéletesen kihasználok. Aha. Na, az első test konzol nem sokára kimegy a piacról. Na, és íme itt a E3. Itt a kis standocskám. Itt látszik, hogy a Need More Speed van kivíve. És 54 ezer ember látogatta meg? Hát az annyira nem rossz. Gondolom nem vagyok benne a top 100-ba. Igen, itt írja, hogy nem vagyok benne a top 100-ba. Hát ahhoz már több százezre, vagy inkább milliós nagyságrend. Viszont ezt mondtam, hogy itt látjátok, jött alá egy olyan, hogy hype. Ami azt jelenti, hogy ugye hát felhype-olják a játékot megjelenés előtt, vagyis hát érdeklődést mutatnak iránt. És ezért nagyon jó, hogy volt a konferencia. Új research. Bugokat kijavítjuk, nem adunk ki bugosan ilyen játékot. Annyira bírom, hogy bugjavítás közben is még találnak újabb, hogy generálnak újabb bugokat. Na, új rekordokat, jó management, hoho. Ez azt jelenti, hogy elég jól eltaláltam. Hát jó, mondjuk 100%-on volt mindenki, szóval tényleg jó management. És hú, na erre, na megjelent a multiplayer lehetőség, az király. Erre most nagyon kíváncsi vagyok. Erre most nagyon. Ennek most olyan 9-10-re számítok. Úgy. 9. Na, lesz még jobb. Na, azért azt hittem már 7-es. Szép kevés lenne. 9, na 9-et. És úgy csak egy 10-es azért szépen néz ki. Na, léci. Ja, nem, ez nem lesz 10. Na mindegy. Közel 9-9, 8-9-9, az elég jó. Az király. Mondjuk ez nem saját költségvetési, meg volt hype-olva is, nem is picit. Nézzük az eladásokat. Na erről beszélek. Ez király. Első hónapban 48 ezer. Na ezzel majd vagy ezzel lehet kaszálni. Na, beindult a Need More Speed. NMS. Egész jó. Nézzünk egy kis játék történelmet. Már első hónapban visszahozta az árát, az szép. Szépet termelt, félmillióba került és 2-t hozott Diabó is, ez meg csak kicsit kevesebb, mint félmillióba, és várhatóan ez is mondjuk 2 millió környékén fog termelni. Sőt, nem, ez jobban fog termelni. Ez jobban fog, 2-3-4 felé. Nos, valami boss. Igen. Pár fan a második játékokból, a shoot-em-up-ból csinált egy fun játékot, és csomó mindent felhasznált abból a játékból, a mi játékunkból. És nem ad, hogy... Nem keresnek vele pénzt. És ezek tényleg csak fanok. Viszont ha akarom, akkor leállítható őket. Természetesen nem állítom le őket, hát... Abból a régi játékomból már úgyse csinálok pénzt, és legalább ez is adja nekem a híremet, teljesen fölösleges leállítani. Úgyhogy hagyom őket, lettem bí. Ja, THQ most szólt, hogy elérte ugye az izéket, mert ez is megbízásból lett, nem saját szortírozásból. Ugye elérte a megfelelő mennyiségű pontot, nem is kicsivel, bőven meg is haladta, mert azt hiszem 4 vagy 6-ot kellett elérni, mindegy. Úgyhogy megdicsértek, hogy ügyes vagyok. Ah, 1 millió! Uhú! Ez az első játékom, ami 1 millió felé ment, nem? Nem, az áttörést jelentő régi játékom is talán. Nem. Több milliót termelt, szóval a 7-es volt talán, igen. Nem, 320 darabot adtak csak el. Wow. 112. 87, 115, 42, 27. Na, a Sims, a SimCity-ből is 1 milliót adtak el. És csak 1 milliót hozott. 1 dollárért adták darabját. Hát nem túl jó a marketingje. 180k. Na, a Need More Speed, ez pedig most már 1,3-nál tart. De lesz ez még több is, szerintem. Hát egy másfél, max 2-t el fog érni. Talán a 2-t, nagyon örülnék, ha elérni a 2-t. El fogja érni, nézzétek meg, eléri az ingyen a 2-t. De király! Dennis Ride írt nekem, ő a főfejlesztője a Shoot'em Up Farm Game-nek. És most... értesült róla. És szóval, hogy örül neki, hogy nem állítottuk le, és csak szeretnék köszönetet mondani. Hogy nem állítottam le. Mert most értesült róla, hogy leállítottam volna.
És hát abszolút, hogy leállíthatom volna, csak hogy nem tettem. És örül, hogy a fenek közé tartozhat. Ó, és 3000 fent hozzáadott. Na igen, ezért nem érdemes ilyeneket leállítgatni. Azért ez elég sok a 33-hoz képest. Jé, smiley. Király. Úgy meg lesz a 2 millió, de király. Ha-ha-ha. 2 millió eladott példány. Az király vagyok. Na jó, oké. Nézzünk, hogy miket lehet még kihúzni a Codemasters-től. Egy Medieval Adventure-t, de erre nem fejlesztek. Ismételten egy EHQ. És ismételten egy bármilyet, és ismételten hát... Az a baj, hogy egymás után kétszer ugyanolyan játékot csinálok, akkor azt lehúzzák, úgyhogy nem. Szóval most nem vállaljuk el. Evolution Strategy. Ugye ez lenne a várva várt spórotok. Csak nekem meg 4 szupertesem, és nem is éri meg, mert arra nem jó stratégiát fejleszteni, úgyhogy ez nem itt lesz. Sport, azt majd ugye a PC-re fogom. Hát egyelőre ennyi. RPG az most a populáris, viszont ha most belekezdek egy RPG-be, akkor valószínűleg már lecsúszok róla, mire kiadom. Na jó, most van egy elég pénzem ahhoz, hogy kockáztassak. Úgyhogy szerintem nem sokára belekezdek akkor a sportjátékba saját költségvetésből. Viszont előtte egy kicsit researcholgetünk. Ó, új grafikai motor. Tényleg is lassan akkor, ha kijön a PS1, akkor a PS1-gel együtt majd felveszek még 2 alkalmazottat, és fejlesztek egy új motort, mert... Better dialógusok ennek, szóval, hogy azzal együtt akkor majd tovább fejlesztek mindent. Multiplayer szintén kell. Egyelőre most akkor még nem. Az a plusz 2 ember. Itt ugye a research pontjaimmal azért óvatosan kell bánni, mert majd még trénelni is akarok mindenkit. Úgyhogy... ez 4, 8, 12, 14, 140 pontba kerülne, ha ezt itt mind kifejleszteném pont. Annyi van is. Végül is. Viszont marketinget is ki kéne fejlesztenem. Ajaj. Az fontos, azt most kifejlesztem. Hogy tudjak hype-oltatni gémeket, mielőtt megjelennek. Mert látjátok, ez is annyira nem lett, vagy hát jó értékeléseket kapott, de nem olyan hűden olyan, amit én betudom a hatalmas eladásnak, az az, hogy ki volt az E3-on is, meg ugye kiadón keresztül adtam ki, szóval sokkal inkább fölhypolt volt a game, sokkal erősebb reklámot kapott. Szerintem ez az, ami főként földobta ennyi, ilyen nagyon durvára az eladásokat, több millióra. Úgyhogy a marketing az mindenképp kell. Stereót egyelőre akkor most kihagyom, majd később végbőten kifejeztem, mert az annyira nem fontos. Van 60 pontom, akkor tudok egy 40-eset és egy 20-asat fejleszteni. Character progression-t és egy game design-t. Yep, majd akkor még fejlesztek. Wow, már 2,4 milliónál tart. Jó, mondjuk most már mindjárt kivonják a piacról, gondolom, mert egy jó pár hónapja fönt van. És akkor még utolsónak kifejlesztem ezt. Mindig. Király, ti addig menjél szépen vakációra. Kicsit töltődj fel. Most szép nagy sikert értünk el. 3,5 milliót termelt, 2,2 millió példányjal. Még ez se sokkal drágább akkor, mint egy dolcsi. Mindegy. De mondjuk most még ugye régebbi idők vannak. Szóval, hogy még mindig ugye a PSS jelent meg, ez 90-es évek. Nagyon talán meg picit korábban, de még 2000 előtt járunk bőven. Nos, mindenki visszajött. Jól láttam, hogy... Igen, megjelentek végre a folytatási lehetőségek. Na végre. 9 év után. Ami annyit tesz, hogy szimplán folytathatom, és ezt ugye már recseteltem, hogy miért jó, hogy folytathatom, mert akkor alapból hoz egy fanbázist. Az állapból többen veszik meg igazából. Pláne, ha egy jó gémet. Viszont, ha jó gémet folytatok, akkor viszont annyiban hátrány, hogy nagy elvárásokba ütközhet. Szóval mondjuk egy 9-es feles játékot folytatok, és idézőjelben csak 8-as lesz, akkor azt még esetleg picit le is húzhatják. Ja. Úgyhogy az a legideálisabb folytatás, ami sok fannal rendelkezik, de nem ért el olyan hűde magas pontot. Szóval csak ilyen 7-es, 6-os pontokat ért el.
de mégis sok fanja van. Például ez. SimCity 5,5 pontot ért el, viszont 7000 fanja van. Ez például jó lenne folytatni. Még ez 7,7-et ért el, de csak 2000 pontja van. Jó, ez mondjuk a most roppant sikerrenek 23000. Na, és akkor... mit is akartam? Valamit mondtam, hogy mik a terveim. Új motor? Nem, most még nem akartam új motort, majd aki jött a PS1. Új embereket? Hát az sem. Ja, megvan a sport. Ja, csak mindenki örüljön. Megnézem, hogy hogy áll jelenleg a PC. 16,3, na fejlődik, jó. Hát akkor kiadok rá szerintem PC-re. Mindenkinek médium költségvetésű. Evolution. Stratégia vagy szimulátor? Ugye megnézzük, melyik a jobb. Aztán mind a kettő ugyanúgy meg lehet csinálni, de azért megnézem. Igen, szimulátor és stratégiát ugyanúgy meg lehet bármelyikre. Nem tudom, akkor stratégiai legyen talán. Mindenkinek médium, evolution, stratégia, PC, Run Engine 3D, lassan jöhetne az új motor, csak majd mondom, ha kijön a PS1, vagy még tartsa meg ezt a motort, fejleszgessem, és majd egyszer robban csak egy nagyot egy új motorral, amikor kijön a PS2. Azt is meg lehetne, mert a PS2 az viszonylag hamar, na azt megnézem gyorsan, Viki, hogy hányadik évben jön ki. Voni. Cég. Na, úgyhogy nem adja ki. Play System. Ja, vonni, bocsánat. Úgy értek. Szóval, amíg nekem a Play System 2 kéne. Ez ugye 11. év, 5. hónap. Ez 7. év. Ja, de mondjuk tényleg 35 éveset játszom, úgyhogy el van minden csúszva. Hát akkor nem várom meg. Akkor majd a PS1-re fogok fejleszteni motort, újat. Ok, király. Szóval, medium, mindenkinek, Evolution, Stratégia, PC, Run Engine 3D. És nem Spore, hanem Spire lesz. Ja. 3D grafika V1.0 is, hát akkor fejleszetek. Jaj, de jó, egyből kaptam egy szép bugot. Fölállás az ugye szerintem maradhat úgy, ahogy most dolgoztunk. Mert az elég király. Ezt megnézem, hogy a... ez mi stratégiai? Plusz-plusz hullám. Viszont így a Ben Silverman, igen, az a baj, a stratégiáknál a Ben Silverman sokat dolgozik. Úgyhogy engine-t azt leveszem egy kicsit, nem is picit, hanem nagyon. 20%, az a baj, hogy ez így meg túlságosan leveszem, és akkor nem felel meg a plusznak. Na, 40, nem is tudom. Elvileg 40%-nak meg kéne lennie. Elvileg ez a legideálisabb felosztás, csak az a baj, hogy így nagyon sok minden fog maradni bárre. Megint 140%-ot fog csinálni. Na mindegy. Inkább jobb felállításban, rosszabb munkabeosztásban csinálom. Szerintem legalábbis azért meg jobban, bár ezt nem tudom, ezt csak így mondom. Kormány nem kell. És mi lenne tényleg, ha egy picit... ja, de hülye vagyok, hát ha a gameplayt leveszem, akkor még többet dolgozik benn. Nem, ez így marad. Na, benn papa rajtad a világ szeme. Ja, visszaállt normális kerékvágásba a bor, vagy a piac.
Ja, következő. Hullám plusz plusz, vagy mi az? Nem, mínusz plusz plusz. Hát igen, bennek. Szóval, hát mondjuk szerencsére nem 140, csak 130, sőt, ha picit fölhúzom a dialógust, mert az ugye hullám, nem pedig, vagy nem mínusz. Mindegy, akkor max egy ilyen... Hát egy picikét, egy 10%-ocskával. Így, né? Bent 120-at csinálnám, mindegy. Legalább ennyi. Többit már nem kell. Ja, és már kifejlesztettem a mar... Nem fejlesztettem még ki a marketing... De, azért. Kifejlesztettem a marketinget, úgyhogy tudom nyomatni. Nem tudom, hogy kicsit. Szóval, hogy van a sima magazin. 50 magazinok és demók. Vagy kis marketing kampány, vagy nagy marketing. Hát a nagy marketing kampány 2 millió számára. Még a kicsit se akarom. Viszont nem tudom, hogy ezt, vagy ezt. Hát plusz 100 000 annyit nem kóstál, szerintem legyen ez a magazinok és demók. És akkor láthatjátok, hogy meg is növekedett, meg gyorsabban is növekedik a hype. Bár pont az a baj, hogy a E3 előtt fogom kiadni, mert az ugye 6. hónapban van. És pont az előtt fog piacra kerülni. De mindegy, attól még mondjuk be tudom vinni az E3-ra. Hangok pedig... Minusz, plusz, plusz. Hát ez így jól is van akkor. Ez így jól is van akkor. Open World, Mono, 3D grafika. Let's do it. Kicsit hype-oljuk még úgy. Megpróbálom egy picit elhúzni, hogy még pont üssön az E3-on. Szóval hogy most 4. hónap, megpróbálom úgy, hogy 5. hónapban adom ki. Szóval most várok egy hónapot, ez ugye picit többletköltségekkel jár. Nem, mondjuk nem egy teljes hónapot nem várok. Most picit várok, ilyenkor még mondjuk gyűlik is annyi előnye van. De megvárom akkor már teljes hónapot. Ezt a bugot még javítsátok ki, és akkor jó ígyni. Na, meg is jött az E3-ról. Ezért hát egyelőre mindig csak kicsibe megyek. Új technológiai rekord, új topik, jó kombó, új kombó. Ó, is van 2 level up is. Ami mondjuk annyiba hátrány, hogy többet kell fizetnem majd nekik, de legalább bizék, több lehetőségük van meg ilyenek. Na. Igen, 13k-val havonta. Összesen havonta 23k, ez sok. Évente jó pár 100 000-re nőtt meg így. Esetük. Viszont több minden elérhetővével többek közt ezek is. Dialógus fák. Nap és éjszaka. Na. Ja, hát most kéne a kritikáknak kijönnie. Na nézzük, hogy teljesít a mindenki által várt Spore. Spire, bocsánat. 8, az király, 9, 10. Na, ez jó, jó felé halad. Ne, nehogy 7-est adj neki. 8, na ez 10, sokszor villogott ez 10. Ne, csak 8. Hát, annyira nem rossz. Jobb lett volna mondjuk egy 9-es átlag, de az olyan 8,15 is egész jó. Kicsit ilyen munkákat csináljatok addig, amíg várjuk az eladásokat. Na és mindjárt kezdődik az E3. 30 000, hát az elég gyenguska. Első izében, ez nagyon gyenguska. És nem azt mondom, hogy ennek is 2 milliót kell eladni, de azért többet vártam, mint 30 000. Na mi van, nem jön a E3? Azért. Mely a második hétben van, nem az elsőben. Köszönöm. Remélem ez picit megdobja az eladásukat. Úgy most ugye ezt vittem ki, Spire-t. 75 000 látogató, az nem rossz. Szerintem mindig kevés a top 100-hoz. De hát most még nem is ez a célom. Hát, picit megdobta az eladásokat, de... messze nem mondható erősnek. Igen, azért 100k fannál ajánlott saját médium vállalkozásba kezdeni, ezt meg tudom vajon csinálni? Ez biztos nem. Hát... ez is elég necces. Na, megnézem, nagyon remélem, hogy megtudom. Ha nem kezd el egyik se ásítózni, akkor talán meg lesz.
na, csináljátok. Pont nem. Fenelje meg. Ha egy pár nappal tovább. Na, örültök mindenki? Megkaptátok a spórotokat. Hát igen, ennyi számít, hogy mennyire van bepromózva. Ugyanolyan pontokkal, nem ugyanolyanokkal, egy picit jobb volt annak, de hasonló pontokkal. Ez eddig 200 darab, ez 2,5 millió. Jó, még ez kicsit kevesebbet hozott, mert ugye izén keresztül adtam ki. Na mindegy. Megnézem, hogy... miket ajánlanak most. Az Ubersoft egy autós RPG játék. Hát azt szerintem nem túl jó kombó. Ezt anyagoljuk. Evolution Simulator-t. 8-as action-t. Hát most se nagyon győzött meg semmi. Menteni kéne néha. Színe márt. El kéne kezdeni a folytatásokat gyártani. Visszanézek valahol a legeslegelejére, hogy mik voltak a siker játékaim. Ez 675, Space Attack, ez egy Space Action volt. Military Action. 105 fanya van ennek, 106. 20k-t adtak el, 13 és felett, ez 6 pontot ért el. Turbo 1.2, Auto Simulator. Hát ennek kéne. Na mondjuk, nem. Mondjuk nem akarok. Ez ugye egész jó volt, 8,25. Hát bár nincsen hülye sok fanya. És ugye, mint mondtam, a nagy pontú játékoknak nehezebb. Space Battle. Hát First Fantasy, na ennek lehet, hogy kéne folytatás, csak ennek nagyon magasan a léc. Szóval akkor nagyon-nagyon remekelnem kell. Nem tudom, kezdek fáradni is. Ez azért eléggé terhelő játék. Nem egy olyan... agy nélkül ülsz, és mondjuk nem tudom, kalapálunk valamit, hanem itt tényleg mindesen át kell gondolni a dolgokat. És hát azért ezt az utána fáraszó, na mindegy. Ario. It's me, Ario. Na jó, nem. Csinálom ezt. Fantasy RPG Pokémon. A halvány legőzöm, mint sem is mihez kezdjek magammal. Lehet, hogy az új motorral már el kéne kezdenem gondolkodni és az alá fejleszteni. Majd researcholni. Megnézzük, hogy milyen researchok vannak. Stereo hangot nem tudom, hogy egyáltalán be akarom-e rakni, mert az eléggé sok erőforrást igényel, és eléggé drága is, viszont hát mondjuk sokat számít a hang, mert a legtöbb játékban fontos, de... dialógus van, azt nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán akarom. Éjszaka és nappal változás, az jó, az jöhet. Viszont lassan akkor majd új alkalmazottak is kellenének. Nem, egyelőre még nem fejlesztek semmit, majd kialakul, hogy mit. Tudjátok mit, igazából elég elfáradtam, úgyhogy szerintem ezt a játékot mostanra így offolom. Pláne, hogy lassan elértünk a 4 órát, ugye? Első felvonás volt egy bő fél óra, ez pedig már 3-nál tart, úgyhogy... ezt hiszem, ezt így most elszéveljük, és... ki is lépek. Oké. Okay. Hát igen. Elég sokat haladtunk, szóval így már... mondom, a játék felénél túl vagyunk, mert azt még messze nem, de mondjuk a negyedénél már talán el vagyunk. Az, hogy végigvigyük. Ugye időben is. Ugye a 35 évből most tartunk 9-10-nél. Meg úgy, hát úgy fejlettségben is viszonylag jól haladunk. Ja, úgyhogy király. Én örülök neki, meg minden. Húha. Na gyerekek, akkor viszont ezt most itten le is shutdownolom. Amúgy ez még csak 2 óránál tartna már, nem mindegy, ettől függetlenül fáradt vagyok, meg fáj a fejem, meg megsülök. Úgyhogy ma már gondolkozni nem nagyon szeretnék többet.
Úgyhogy ezt akkor itt most ténylegesen le is nyomom, és hát köszönöm, hogy megnéztétek, ma is egész sokan voltatok. Én azt hittem kevesebb embert fog érdekelni ez a játék, mert hát ez inkább ilyen kevésbé akciódús, hogy így fogalmazzak. És én azt hittem, hogy sokakat kevésbé érdekel a kevésbé akciódús dolog, de ezek szerint nem, úgyhogy király, királyok vagytok. Nos, köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor sziasztok!